Sziasztok srácok, üdvözöllek benneteket! Vártad a Rezi Funk, itthon velem a Tobi és a Csirán. Sziasztok! Hello. És a mai stream azzal kezdődik, hogy beszélgetünk egy kicsit, aztán fogunk játszani is. Több kérdés felmerült a mai streammel kapcsolatban, ugyanis most pont május 26-a van, amelyre a community egy része még a hét elején, Shotsper KB, vagy lehet, hogy már előző héten is volt erről szó. A lényeg, hogy tervezett egy sztrájkot, ez láthatóan amúgy nem működik már, illetve én úgy gondolom, hogy létjogosultságát vesztette már a sztrájk, tekintve, hogy a Gaijin már rég reagált a játékosoknak a reakcióira, illetve a kifogásolni valóira, amelyekről ma szót fogunk ejteni, és mi is elmondjuk a véleményünket. Illetve amúgy az is hozzájárul, hogy csak a mai napon tudtuk összehozni, teljesen független, amikor még kitaláltuk, nem is tudtunk a sztrájkról. Szóval, hogy csak ma tudtuk összehozni, hogy tudjunk játszani. Na szóval... És ez miattam van, srácok, így bocsi. Van, ez Tobi miatt van, úgyhogy Tobi miatt nem tudunk részt venni a tünti kézésen, meg az a másik 144.710 játékos. Na, úgyhogy megkértem Csirent, ő kicsit jobban benne van a játéknak az életében, és ő a legtapasztaltabb játékos is közülünk, hogy írja már össze a fő pontokat, amiket most az utóbbi időben a játékosok kifogásoltak. Ehhez hozzátartozik az, hogy a játék is megy egy irányba, és volt egy közlöny, miszerint szeretnének változásokat csinálni a játékban, ami kiváltotta ezt az egészet, és akkor most végigmegyünk ezeken a pontokon. Nem tudom, hogy mennyire... Na, tehát nincs fontossági sorrendje, és a teljes igénye nélkül készül ez az egész. Nincsen. De hogy igen, tehát az első, amit írtam, ugye, hogy több kiszintű fülekbe, ezt tényleg fülek, lévő járművet ki akarnak venni a Gaijin PZ2F, hogy minél könnyebben legyen a fejlődés, nem tetszett a közösségnek, mert vannak menet trollkodós járművek. Összességében amúgy ezzel egyetértek, meg most pont az elején a kis szintű járművekkel amúgy gyorsan haladsz a fejlődéssel, nem? Hát igen, meg ha most elkezdi valaki, akkor nem azt fogja csinálni, mint a németeknél van 20 tier 1-es jármű. Kihúzza a 6-ot, megy tovább tier 2-re, nem fog foglalkozni, ahogy PZ2-ben van 8 féle, csak így mondom. Uh-huh. Hát nem tudom, igen, amúgy van olyan, ami... hát... jó, mondjuk értem, hogy mondjuk például ezt. Hát... meg aki akarja, az úgyis ki tudja próbálni. Tehát az viszont a játék sokszínűségét jelenti, hogy ennyi jármű van benne. Feltétlenül meg úgy sem muszáj ki, tehát ez olyan szinten opcionális, hogy nem tök mindegy amúgy, az plusz egy jármű, vagy plusz öt. Hát meg nézd meg, pont a tier 2-ben nem is, nincs is összekötve két ág, szóval igen. Megvan a hat jármű, és már ugrasz át. Igen, tehát igazából skippelheted is. Tehát ezeket az ágakat már akkor el tudod kezdeni, hogyha ugye 5 vagy 6 ugye ki van fejlesztve és meg van vásárolva. Hát igazából ez kicsit ilyen jogos amúgy, de tényleg egy tök fölösleges lépés lenne mondjuk a Gaiji részéről. Bár amit nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy más hasonló játékfejlesztő és készítő céggel szemben a Gaijin foglalkozik a community-val és reagál a community-nak az észleléseire. Nagyon csúnya ellenpéldákat tudnék mondani a másik nagy cégnél, amikről hallottam és én is tudok. Itt azért tényleg próbálnak arra figyelni, hogy amúgy a játékos közösség mit szeretne és nekik kedvező újításokat, dolgokat behozni. Mondjuk is a következő. Tobi, amúgy te neked mi erről a véletek, kitörölnéd a kis szintű extra járműveket? Nem, egyáltalán nem, sőt, még raknék is be. Mi valamit hiányolsz? Amúgy. Nem az, hogy hiányolok, hanem ha úgy vesszük, amikor elkezded a játékot, akkor annyira beleéled magad, minél előbb ki akarod húzni a tankokat, hogy meg minél előbb többet akarsz menni velük, hogy szerintem amúgy én ma, amikor megcsináltam a németeket, elkezdtem a németeket, én valahogy keveseltem a német kis szintűeket. Uh-huh. Mindig többet akartam. Jobbat. Mert ugye voltak ellenfelek, akik malabból olyan tankok voltak, hogy na, nagyobbak voltak, meg jobbak. Uh-huh. És mondjuk egy troll, nem tudom, most így hirtelen ott nem tudok mit mondani rá, de egy troll tankkal így meg lehetett őket szivatni. Uh-huh. Hát ezek a én másik. Én keveslem, na. Uh-huh. Nem tudom, teszem nekem... Meg igazándiból mondjad. Az is egy gond ugye a közösségnek, hogyha a kis szinten már így ki akarnak venni, hogy a nagyobb szinten is van egy-két ilyen
jármű, hogy akkor abból is ki szeretnének venni, és ugye azért írtam ezt be. Az a helyzet, hogy amúgy meg a játékos érdeke is, még hogyha az ember letölti a játékot, és ő egyből tigrisbe akar beleülni, és azzal akar rohangálni a pályán, és valószínűleg azért fog küzdeni, mondjuk, hogyha a német ágat elkezdi, hogy az első tigriséből vagy panterjába belecsücsenjen és azzal játszon, azt meg kell érteni a játékosoknak is, hogy a fejlődési folyamat, amit mint játékos végigmész, hogy megtanulsz játszani, ahhoz amúgy tök jól hozzájárul az, hogy minél többféle járművet tudsz kipróbálni. És lehet, hogy egy-egy jármű között csak kisebb különbségek vannak, de az a későbbiekben utána tök jó lesz majd, hogy ennyi mindent már kipróbáltál, meg tényleg sokszínűbb lesz tőle a játék. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy ez a jármű leépítés bárhol is megállná a helyét, de valószínűleg amúgy ebből nem lesz semmi. Menjünk is tovább a következőre. Ami viszont egy kicsit lényegesebb történet, ugye ez az economic részhez már csatlakozik, hogy a járművek vásárlási és javítási árát fentebb akarták volna vinni, főleg top BR-ben. Most mindjárt megnézzük, hogy mennyibe kerül mondjuk egy top. Egy Leopard 2 A6-nak a javítása, azt írja nekem itt valahol? 6000-be kerül. Na most, hogyha az ember prémium felhasználni fiók nélkül játszik, abszolút megértem, hogy nehéz haladni a játékban, és nehéz pénzt farmolni, de aki észre játsza a játékot, szerintem az azért tud pénzt keresni. Ettől függetlenül, tekintve, hogy nem tudod eladni a járműveidet, a játékban minden viszi a pénzt, és igazából kevés dolog hozza úgy arányaiban. Régen ennél is sokkal durvább árak voltak tudtomban a játék. Tehát voltak ilyen 50-60 ezeres javítási árak, sőt a hajókat nem tudom, nem azok voltak talán legdrágábbak? Hát a hajók azok most is drágák a csatályok. 23 ezer egy Bayern javítása. Tehát hogy azért kérdés amúgy, hogy itt most mennyivel akarták fentebb vinni. Nem gondolom azt, hogy a játékosok túl sok fölösleges pénzzel rendelkeznek. Amivel meg rendelkeznek, azt majd a ládákra úgyis elköltik, ugye amikor vannak ilyen ládás eventek. Szóval ezzel én sem értek feltétlenül egyet, főleg a free-to-play játékosok miatt. De a free-to-play játékosok is, hogyha észre játszanak, akkor nem lesz gondjuk a pénzzel nagyjából egy olyan fél évnyi játékidő után. Úgyhogy... ja. Nagyjából duplázni akarták a javítást. Hát az mondjuk sok. Az mondjuk sok, az nagyon sok. Az a baj, hogy azzal megvágják... Tehát azzal azt érnék csak el, hogy a prémium járművek javítási költsége az olcsóbb, nem? Jóval. Az olcsóbb, persze. És egy már valid problémát, amiről szintén beszélni fogunk, erősítenének ezzel, tehát hogy repülőket akartam megnézni, például itt a egy F4-es Phantom 2 top prémium repülőnek a javítási költsége 5400. Na most, hogyha növelik például a duplájára a javítási költséget, és lejön az, hogy ez 10000 lesz, és mondjuk megnézzük az F14-et, ami 7500, jó, az is csak 15000 lesz, de hogy konkrétan nehezebb lesz játszani esetleg a kifejleszthető járművekkel, főleg ameddig nem fullosak, mert hogy sokba kerül ugyebár egy-egy kör vele, és csak etetni mész be a prémium járműveket, az úgy azért tényleg kicsit kellemetlen érzés, amikor már pénzed sincs arra, hogy egyáltalán fejleszd a repülődet, vagy a repülőidet. Szóval ez nem gondolom, hogy egy feltétlenül szükséges lépést tenne, nekem sincs sokszor elég pénzem arra, pedig nekem azért van bőven támogatásom, meg prémium járművem, hogy mindig mindent azonnal megvegyek. Úgyhogy ezt abszolút ebben is egyetértek amúgy, hogy nem kéne ezeket a javítási költségeket fentebb vinni. Mondjatok rá valamit amúgy igazából, mert csak pofázok fölöslegesen. Nem fölöslegesen pofázom, teljes mértékben igazad van. Ebben viszont én is egyetértek. Hát ebben igen, csak ugye sokan nem látják, hogy régebben ennél is rosszabb volt. Ugye a hajók most még mindig drágák, de itt 3 éve talán B-29 volt 50 000-es javítás, meg ilyen 4-3-as, 4-7-es propelleres vadászok voltak 30-40 000. Uh-huh. És akkor mindenki azzal játszott. Jába van drága. Kicsit azt érzem amúgy, hogy az utóbbi időben, és ez is egy nagyobb problémára fog majd rávezetni, ami az előző is kapcsolódik. Az utóbbi időszakban megérkezett az F-14-es, az F-16-os,
tele vagyunk olyan járművekkel, amik ikonikusak, és mindenki mindent azonnal akar. Megérkeznek az új játékosok, bekerülnek, beülnek a prémium járművökbe, és amikor el kell kezdeni fejleszteni egy tech tree-t, akkor jön a pofára esés, hogy jó, ezt így kéne csinálni, és akkor nem haladunk olyan gyorsan. És akkor igazából a játékosok mindig csak arra fókuszálnak, hogy majd ami a végén lesz, én azt mennyire akarom, és nem akarják élvezni azt, ami közben van amúgy játékmenetben. És bevásárolják magukat egy prémium nagyszintű járműbe, azzal tönkreteszik azoknak a játékosoknak a játékát is, akik amúgy rendesen játszanának. Lásd például, veszel egy T-72 Turmst, bemész a csatába, meghalsz jobb esetben tartalékkal kétszer, és kilépsz a csatába, és az, aki meg 6 tankot visz be, meg 3 repülőt egy csatába, az meg ott áll a csata 10. percében, de sokszor már az 5. úgy, hogy a csapat 80%-a már nincs bent, és nem tudsz rendesen játszani. Szóval, hogy... Nem tudom, nehéz, nem tudom, hogy ezeket a kritikákat sokszor azok fogalmazzák meg, akik már régóta játszanak a játékkal, vagy akik az utóbbi időbe csöppentek be, és egyből az alanyalmába szeretnének beleharapni, de... és csak paraszkodnak, hogy miért nem most azonnal van minden ott és minden pénz a zsebükben. Kell az, hogy legyen fékező erő egy ilyen játékban, hisz a progress az, amit igazán élvezel, még ha nem is így gondolod egy ilyen játékban, az, hogy fejlesztesz, az, hogy megszerzel új repülőket, hogy új járműveket próbálsz ki, és hogyha mindent kipróbál, higgyétek el, hogyha adnék nektek egy tesztakontot, amin az összes repülő elérhető, az összes tank és összes hajó, nagyjából egy hónapig kitarthatna a nagy lelkesedés, hogy játszik vele az ember, és ott hagyná. Tehát nem lenne miért játszani, hogyha nem lenne progressz a játékban. Szóval, hogy valamilyen fékező erő kell, a Gaijinnak biztos vannak erre statisztikái, nem tudom, az a baj, nem látom ezt át olyan szempontból, és szerintem sok játékos szem sem, hogy ez mennyire valid vagy nem valid probléma. Nem tudom, ez is nehéz kérdés összességében. Mondjatok valamit. Én nem tudok már mit mondani. Nem tudsz mit mondani? Jó, mindegy. Én igazából elmondtam most hirtelen. Már kivom a sérző. Így van, menjünk tovább. Igen. Több járműnek emelték volna a BR-jét, főleg olyan járműveknek, amik populárisan trókodós játékosok körében, így kisebb lett volna a God Mode esélye, például R3-T20 olasz kerekes légvédelem. Őszintén megvalva, ennek az éremnek abszolút két oldala van. A Gaijinnál nagyon mennek azok a kontentek amúgy, ahol az emberek trollkodnak, imádnak trollkodni, hisz a játék erre terepet ad. És most itt nem arról van szó szerintem, hogy ezt teljesen meg akarják szüntetni, és minden legyen teljesen realisztikus, csak van bizonyos eset egy-két járműnél, ahol ez kicsit átesik a ló túloldalára. Tudod, amikor minden egyes csatában az a szutyok kerekes olasz hulladék öl meg, egy légvédelem, amit nem hallasz, hogy jön, beáll a bokorba és nem látsz, miért kicsi, akkor azért van az a bizonyos cérna, ami tényleg elszakadt. Tehát én értem, hogy trollkodós egy-egy jármű, de legyen egy járműnek attól függetlenül valamilyen szintű balansza, mert trollkodós, mindjárt megkeresem, hogy melyikről van szó, ez az. Hát aki nem találkozott ezzel a járművel még, az vagy vak, vagy nem játszik a játékkal. Tehát ennél undorító féreg tag nincs. Tehát hogy bizonyos ilyen túlzott trollkodós járműveket kicsit balanszolnának, azért az nevetséges szerintem. Én értem, hogy a nem tudom, 6000 órás játékosok imádnak ezzel trollkodni, de te amikor végre megkapod az első sörmenedet, és az első 3 csatádban eszed ki a bokorból, légies könnyedséggel, azért akkor el fogsz morzsolni pár könycseppet, és hamarabb fogod letörölni a játékot, és valóban elég vírt maga a szituáció. Mint például mondjuk, hogyha szembeállítjuk egy Sturmtigerrel, vagy egy Brumbérrel, annak hosszú töltés ideje van, oké, ott is ki tudsz manhitálni valakit, meg tudsz trollkodni, de nem annyira irreális az egész, hogy most ez, nem is tudom, így problémát jelentsen. Vagy nem is tudom. De annak van is oka arra, hogy troll legyen, mert olyan a lőszer. Az R3-nak nincsen. Csak megy is ratata. Úgyhogy ilyen változtatásokkal amúgy én egyetértek. Mert vannak azok a dolgok, amiknél fogom a fejemet én is. Legyenek trollkodós dolgok, kellenek. Attól, hogy a játék játék legyen és színes legyen, de vannak jelenleg is túlzások.
ahogy változik a játék, új járművek jönnek be, változik a balansz, változnak a járművek BR-ei, amire folyamatosan szükség van ahhoz, hogy a játék ne legyen monoton és unalmas, ott előfordul, hogy ilyen kirívó esetek lesznek, ezeket tényleg moderálni kell időközönként, szóval ezzel nem értek egyet, hogy ezeket nem kéne megváltoztatni. Tehát azzal értek egyet, hogy ezeket például emeljék magasabb BR-be, ugyanúgy fogsz veled tudni trollkodni, csak kevesebbet. Kicsit balanszosabb lesz a történet. Köszönöm egy pillanat, G-Gaming, köszönöm szépen. Szerintek más játékból érkezőknek már persze, ha vannak, akarják átalakítani a játékot, és nagyon ahhoz hasonlóvá alakítani? Nem hiszem. A összességében amúgy jó irányba mennek. Mindjárt ez olvasunk kommenteket, nagyon sok hosszú komment van, bocsánat. Tehát én úgy gondolom, hogy összességében jó irányba mennek, és most is az van, hogy figyelnek a community-ra. Konkrétan a nagy, tehát főleg itt a vásárlási árak miatt amúgy a hivatalos honlapukra is kiraktak egy elnézéskérést, hogy ezt most akkor oké, elvetettük, értettük. Ugye most van ez a strike, meg sokan ellenezték, meg Steamen ugye nagyon lehúzták a játékot több ezren, tehát ennek volt egy visszhangja, és erre reagált igazából a fejlesztő csapat is teljesen korrekten. Azt is elárulom nektek, hogy a kontribútoros Discordon, amiben én is benn vagyok, bár én ritkán szoktam benne írni, de folyamatosan figyelem az új híreket, ott külön szekciót hoztak arra létre, hogy jó, oké, akkor beszélgessünk, és fejlesztők válaszolnak normális nyilván kritikákra, illetve változtatási ötletekre a játékkal kapcsolatban, hogy mi miért rossz, és mi miért nem rossz, hogy milyen irányba haladjanak a közeljövőben. Úgyhogy ők abszolút nyitottak arra, hogy leüljenek és beszélgessenek a communityvel, de azért meg kell azt is értenie minden játékosnak, hogy nem lehet mindent azonnal megváltoztatni egy csettintésre, hogy akkor most egy számot átírnak és minden javítási költség megváltozik, vagy most csak egy egyszerű példát mondtam. Ezek időbe kerülnek, de lehet velük beszélni, és azért kell is, mert vannak olyan dolgok még, amit majd fogunk is beszélni, hogy érdekes, hogy az emberek kiakadnak rajta, és furcsa a játékosok reakciója. Szerintem sokan az, hogy nem vágják, hogy mi egy ilyen játéknak a lényege, vagy nem is tudom, majd megértitek. Adaki, nagyon szépen köszönöm, sziasztok, mostanság lett meg az F104G. Nem tudom, hogy játszottam azzal a géppel. Gratulálok hozzá. A Zamcsiknál van, tudom. 37. hónapja. Péter, nagyon szépen köszönöm. Na, úgyhogy igen, ehhez van valami hozzáfűzni valótok? Ti amúgy változtatnátok, nem változtatnátok ezeket az irreálisan trollkodós gépeket? Hát, én úgymond szerintem nem változtatnék rajta. Én szerintem a BT42-t felraknám 10-0-ba amúgy. Na igen. Hogy csinálj vele gádmódot. Na jó, akkor menjünk ezek a BR változások leginkább ugye a statisztikai alapra mennek, hogy oké, hogy troll, de tudom én, ezren játszanak az a járművel, de a 90%-os a vérét, akkor ott valami tényleg nem az igazi. Ez mondjuk a másik, tehát hogy nyilván az a lényeg amúgy, és bár a War Thunder sokkal inkább a skill-re épít, mint más játékok, de azért azt meg kell mindenkinek értenie, hogy ez egy játék, és a War Thundernek, a fejlesztőknek az a célja, hogy minden játékos élvezze a játékot, és ennek függvényében balanszolnia kell folyamatosan mindent. Hogyha valami irreálisan jó, vagy irreálisan rossz, akkor azon sokszor változtatni kell, ha tetszik, ha nem. Úgyhogy ez nagyjából ennyi. Igen, van-e a következő pont, hogy változtatni akartok több prémium jármű ezüst és XP szorzóján, van ahol kicsit negatív, van ahol pozitív irányba? Itt erre gondoltál? Igen. Uh-huh. Én ezt nem gondolom feltétlenül problémásnak, hisz most jelenleg ott tartunk, hogy a játékba egyre több BR kerül, és ennek függvényében sajnos ezeket változtatni kell. A negatív nyilván az a nagyobb probléma. Olyan szempontból lehet zavaró, hogy te valamiért pénzt adták, és utána az rosszabb lesz. Én ezt abszolút meg tudom mondjuk érteni, de mivel a játék folyamatosan bővül, ezért egy idő után, ami mondjuk működött egy éve az alapjárműszettel, hogyha azt megszorzott 3-mal,
akkor azt nem biztos, hogy tökéletesen hozzá tudod igazítani, ezért ott is balanszra van szükség. Szóval itt a konkrét számokat kérem hozzá látni, hogy tudjuk, hogy itt most mire gondoltak. Akinek meg növelnék éppenséggel a jármű szorzóját, ott meg igazából happy end lenne a vége, tehát nem hiszem, hogy ilyen drasztikus változásokra kell amúgy gondolni. Így is elég brutális szorzókkal mennek a prémium járművek, mert kevés a javítási költség, sok pénz, sok XP-t hoz, amit sokan nem tudnak, hogy például, hogy egy ötös, vagy most itt van például ez a hármas sörben, ugye ez csak a saját rangja plusz egyig hatékony fejlesztésben, tehát, hogy erre ugye azért oda kell figyelni, hogy ha veszel egy kettes prémium tankot, azzal nem fogod, tehát tudod majd fejleszteni a 10-0-ás gépet is, vagy tankot, de nem olyan effektivitással, sőt valószínűleg sem ennyire, de nem hiszem, hogy ez egy problémás dolog lenne. Ez megint csak egy olyan dolog, hogy a játékosok nem hiszem, hogy teljesen mögé látnak annak, hogy hogy működik egy ilyen játék, és hosszú távon hogy kell ezt balanszolni, hogy a játékos nyilván sok zöbének élvezhető legyen. Iszok egyet, addig mondjatok valamit. Jó, mindegy, akkor menjünk tovább igazából. Melyik a kedvenc nemzeted és béred? Én amúgy a rank 3-at szeretem a legjobban, és nincs kifejezett kedvenc most jelenleg. Van itt egy olyan, hogy egyesek szerint a free-to-play játékprofil teljesen elveszett. Aki ezt állítja, az nem ismeri a játékot. Úgyhogy én ezt végtelenül tudom sajnálni, aki így gondolja. Nehéz haladni prémium nélkül. Ez így van. Így van. Ott az opció, hogy vásárolhatsz. Kötelező vásárolod? Nem kötelező. Vannak eventek, ahol tudsz prémium járművet szerezni? Vannak. Sok ilyen event van? Igen, sok ilyen event van. Játszani kell hozzá sokat? Igen. Semmi sincs ingyen, ráadásul prémium járművet tudsz szerezni, és az nincs ingyen. A legegyszerűbb példát mondjak, a legnagyobb szintű prémium járműveket is meg tudod szerezni, ha van egy kis eszerés időd. Nyári, téli event legkönnyebb, letöltöd a játékot, eljutsz rank 3-ig mondjuk az amerikaiaknál, kifejlesztesz rengetegféle repülőt és tankot rank 3-ban, ezáltal nagyon színes lesz a palettát különböző küldetésekre, ott a Battle Pass, amit amúgy évente hány Battle Pass van? 4? 4. Na, évente 4 darab prémium járművet kaphatsz meg ingyen a Battle Passből, ad egy. Ha már vannak rank 3-as gépeid. Ad 2. A téli és a nyári event a legkönnyebb. Ahhoz csak két naponta kell kb. 3-4-5 órát játszanod. És utána nem kell fizetned igazi pénzt, hogy prémium járművet szerez. Igen, ezért le kell ülnöd és játszanod kell, de azt senki ne várja, hogy a prémium tartalmat egy játékban, amit amúgy a fejlesztő cég arra fordít, hogy a játékot fejlessze, ugye az ebből származó bevételt, majd csak úgy ingyen aranytálcán fogja mindenkinek kínálni, hogy no, jól van, cunikán tessék, akkor ezt neked odaadom. Tehát, hogy nekik is valamiből fenn kell magukat tartani. Én úgy gondolom, hogy a War Thunderben maguk a prémium járművek nem OP-k. Van egy-kettő, pont a Turus említettük az előbb, ami egy elég erős prémium jármű, de a legtöbb prémium jármű nem erősebb a kifejleszthető verziónál. Például ott az A10A, ami például kevesebb légvédelmi rakétát tud vinni kettővel, mint a kifejleszthető verzió. És jó, kap géppuskát, de az, lássuk be, őszintén megvalva, úgyis mindenki a 30 millisre, a nagy ágyúra kíváncsi, nem arra a szutyok 20 millisre, ami a szélén van. Szóval, hogy lesz ma nézőjáték, vagy hát lehet, hogy ma nem lesz pont, de majd meglátjuk, tudom, valaki látta a patírt. Szóval, hogy pont itt sokkal hamarabb tudsz ingyen prémium járművet szerezni, hogyha észre játszol, mint más hasonló játékokban. Úgyhogy erre tényleg nem tudok mit mondani. Meg lehet nézni, most itt van nekem, ha megszerezted a T-80 UM2-t, ami egy eventes jármű a téli event alatt, napi 2-3 óra játék kellett hozzá, akkor most a piac téren, ezt mindjárt megnézzük, mennyiért lehet eladni, ezt el lehet adni már most 41 Gaijin coinért. Ebből te nagyjából 35-öt fogsz kapni, tehát te 35 euró értékben tudsz vásárolni a honlapon csomagokat. Aranyat, amiből prémium napot tudsz venni, vagy prémium járművet. Én azt szoktam ajánlani nektek, hogy amúgy, ha vásároltok, akár így, akár rendes pénzből, sok kicsi legyen, és akkor egy farmoló setupot össze lehet rakni, ebből simán meg lehet csinálni. Szenvedős free-to-playbe játszani? Igen. Jiren, te így csinálod? Hát így nagyjából. És hány prémium járműved van, amit ingyen szereztél meg? Úgy nagyjából. Elég sok.
Jó. Mondjuk ennél kicsit konkrétabb, ami számra voltam kíváncsi. Hát így az összes nemzetet húzom, hajórepülő, minden, úgyhogy nem tudom így összeszámolni. De hogy Jiren... Például most vettem meg azért a 2.38-at, úgyhogy eladtam 50 Gaijin Coinért a kínai tankot, ami az eventem volt. Uh-huh. Meg még 90 nap remi. Uh-huh. És full ingyen, ugye. Tehát, hogy aki akar, az tud free-to-playbe játszani itt simán. Csak észre kell nyomni. Nem árt, hogyha vannak haverok, mert csapatban mindig jobban fog menni. De azzal, hogy ez a játék nem free-to-play, ezzel sajnos nem tudok egyet érteni. Van más játék, ahol a prémium járművek sokkal OP-bbak, és a szádba vágják két hetente az ugyanolyan kopi prémium járműveket, itt legalább azok is próbálnak változatosak lenni. Az meg, hogy egy cég fenntartja magát azzal, hogy fizetős kontentet árul a játékában, amiben általában amúgy a prémium járműnek van kifejleszthető verziója, hát atya úristen, nem tudom őket megkövezni. Úgyhogy erről ennyit tudok mondani. Nyilván sokat kell játszani a játékot, ez minden játékban így van. Ha nem kéne sokat játszani ahhoz, hogy nagy dolgokat elérj, akkor annak nem lenne értéke. Hogyha mindenki ingyen megszerezhetne egy eventes járművet például, mint amit most mutattam nektek az előbb, vagy amit a Jiren említett, akkor annak nem lenne értéke, mert Petike is megszerezni, aki 5 éves és tegnap lépett be a játékba, kattintott kettőt a piros gombra, meg a piros tankra, azt ő is megkapta. Ugyanúgy, ahogy Józsika, aki napi 24 órából 36-ot játszik, és szoborkodik, hogy mindene megvan, azt néz maga elé, hogy most mit csináljon, és halálra unja magát. Tehát, hogy valahol kihívást kell a játékosok elé állítani. Nehéz elkezdeni, nehezebb igazából free-to-play-ben, de az bullshit, hogy nem free-to-play, és hogy elveszett volna ez a profil. Menjünk tovább. Sokan panaszkodtak a pénzszerzésre, és hogy mennyire nehezen haladnak egy-egy ág fejlesztésében. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy hogy kell a játékban fejleszteni, és hogy esetlegesen a prémium járművek hogy tudnak fejleszteni, és hogy esetlegesen hogy kell pénzt szerezni a játékban. Most pont az van tényleg, hogy amúgy meg nincs túl sok... javítási költség a járművökön. Használni kell ezeket a vágereket, amiből amúgy a játék erőszeretettel szokott adni. Érdemes csapatba menni, nem csak rásolni előre, bocsánat, csak ugye elkezdek csuklani. És a járművek fejlesztése pedig mindig, ha van itt egy, van ez a Lorraine 40T, vagy a Char Futur, ezt mindig a legeffektívebben fejleszteni az előtte lévő járművel fogom tudni. És nagyon fontos, hogy a járműveknél van egy olyan lent, hogy jutalom, azt érdemes megnézni, hogy mennyi jutalmat kapsz, és fölötte egy ilyen, hogy hatékonyság, hogy milyen rankra lesz hatékony az az adott jármű, hogyha azzal akarsz fejleszteni. Hogyha te rank 3-as gépekkel akarsz fejleszteni rank 6-ot, hogy ne csodálkozz azon, hogy kapsz 10.000 XP-t a csatában, és abból a 10.000 XP-ből kb. 2-3.000-et fog az adott tankra, amit fejlesztesz jóváírni, mert olyan szinten visszaesik a szorzó, mert arra már nem hatékony. És ez vice versa igaz, mert hogy például ezzel a AMX 30B2-vel akarsz fejleszteni kiszintű járműveket, ez ugyanúgy nem lesz hatékony, például rank 5 alatti járművekre. Tehát vannak olyan dolgok, amikkel szerintem csak szimplán nincsenek tisztában az emberek, és akkor ezt így felrólják problémának. Lassan lehet fejlődni a játékban? Igen. Lassan lehet, de hogyha aranytálcán kínálnák, nem lenne értéke, továbbra sem. Az meg, hogy mindenki csak rohan a top tier felé, rohadt lassan lehet a top tierbe haladni, ez már egy másik probléma szerintem amúgy, amit erre ki lehet vezetni, hogy a játékba folyamatosan kerülnek be az új rangok, egyre több és több XP kell a top tierben való fejlődéshez, és ott tényleg cefet mód be tud lassulni a játék. Viszont így tényleg van értéke annak, hogy egy nagy szintű jármű az neked megvan, és te azt megszerezted magadnak, illetve ez valószínűleg garantálni fogja neked azt, hogy akikkel ott össze fogsz kerülni, azok az emberek már játszottak egy keveset a játékkal, és ilyenkor jogosan várhatnád el azt, hogy ügyesebbek is lesznek, mint hogyha mondjuk lentebbi szinteken játszol, de hát ez nem szokott mindig így lenni ettől függetlenül. Meg legyünk őszinték, légierőnél, hogyha bemész egy F-14-jel vagy egy F-16-tal, akkor te se fogsz örülni neki, hogyha mondjuk neked van bele 2000 órád, és jön egy olyan játékos, aki tegnap kezdte el a játékot, de már F-16-tal rohangál, és azt se tudja, hogy milyen csatában van. És 100 csatából öl majd 5-öt. És akkor neked ilyen csapattársaid lesznek. Tehát
Az, hogy idáig eljutsz, az ad egy tapasztalati pontot, az tény, hogy most már a 7-8 az nagyon be van lassítva. Én kicsit kitolnám olyan értelemben, hogy most a rank 6-7 környékén lévő fejlesztés gyorsítás legyen a teljesen a tetején, és akkor ugye így elosztva kinyújtanám ezt, ezeket százalékosan, hogy mi mennyi tapasztalati pontba kerül, de ez meg kell ahhoz, hogy a játékosok így tanuljanak. Mert hát nem lehet mindent ingyen. Most erre nem tudok mit mondani. Hát annyi, hogy oké, hogy folyamatosan tolják, és nagyobb-nagyobb BR-ek vannak, de viszont visszafele is szoktak, mert például itt van nekem a hajóknál a USS Wyoming. Az régen 320 ezer volt. Elkezdtem fejleszteni, ott hagytam. Most már csak 220 ezerbe kerül kifejleszteni, 40 ezer kell bele, mikor ott hagytam meg 100 fölött volt. Úgyhogy azért szoktak húzni. Úgyhogy nem tudom, ezeket is kell balanszolni. Most megint ott tartunk, hogy ebben nem látunk olyan szinten bele, hogy most ezen problémázzunk. Ezt inkább nekik kell tudni. Természetesen fontos, hogy élmény dúsan tudj haladni. És amúgy ezzel kapcsolatban azt nem is tudom, felírtad-e a listára. Ja igen, hogy sokan akarta, ha már fejlesztésnél tartunk, sokan akarták azt, hogy a poroltó és a javító legyen alapfelszerelés. Ezt ti hogy látjátok? Ja, igen. Én szerintem amúgy ez jó ötlet. Mert ha úgy veszed, alapfelszerelés ez a poroltó meg a javító. Igen, tehát az tény, hogy ezen sokat gondolkodtam ezen a kérdésen amúgy. Tehát az tény, hogy borzasztóan bosszantó az, amikor az első csatádba bemész tokkosan, és még poroltód és javítód sincs. És ugyebár a játékos társakra nem mindig lehet számítani, ha csak nem vagytok szakaszban, és Tobi éppenséggel egy hegyről leugratva megy oda hozzád, hogy segítsen javítani. Szóval igazából most miért ne? Ha leégsz így is, úgyis már le fogsz égni, hogyha kevés poroltód van. De így is sok esetben van egy-két, nem is egy-két, hanem elég sok jármű, aminek a fejlesztése elég nehéz, ameddig alap. Nemhogy még ugyebár javítani se tudsz, tehát még az a csekély esélyed sincs meg az alapjárműveddel, hogy egyáltalán valamit tudj magaddal kezdeni. Vagy legyen egy alapjavító bent, és akkor legyen annak egy fejlesztett változata, de hogy annyival tényleg meg lehetne könnyíteni a stock járművek fejlesztését, hogy esetleg bekerüljön egy alap poroltó és javítókészlet. Hozzáteszem, hogy például a repülőknél nem biztos, hogy adnék poroltót egyből, de tankoknál mondjuk igen. Nem tudom, hogy ezt hogy látjátok. Hát én mind a kettőre ugyanúgy adnék, szóval alapfelszerelés lenne. Nem tudom, a repülőkre nem biztos, hogy adnám. De ez más kérdés igazából, mert az már biztos. Meg úgy ott van, hogy a rank 5-től már alapból kevesebb XP a poroltó meg a javító pont, ezért. Uh-huh. Ugye ez nem van már húzva ott. Hát nem tudom, őszinte leszek, ezen én is sokat bosszankodok mindig, hogy jaj, még az a szutyok sincs meg, és akkor jó, most csak azért menjek árkád csatát, hogy ott gyorsabban megszerzem, vagy a franc tudja, mert ott kicsit egyszerűbb ilyen szempontból. Szóval érdekes kérdés ez a fejlesztés, menjünk tovább. 60 és 70 eurós csomagokat túlárazottnak tartják. Az a baj így is, hogy túlárazottnak tartják, nagyon sokan vásárolják be magukat top tierbe, játéktudás nélkül, és alapvetően nem lenne baj azzal, hogy te szeretnél magadnak egy nagyszintű prémium járművet, például egy legtöbbször ugye a jetekkel van probléma, meg a tankokkal, de nem tudsz vele játszani. És itt az a legnagyobb gond, hogy az ember sokszor úgy van vele, hogy akkor na egyszer költök a játékra, akkor veszek valami olyat, ami tényleg nagyon OP, és később is fogom tudni használni. Ez mind szép és jó, de megveszed a turmszodat, bemész, meghalsz egyszer, kilépsz a csatából, nem leszel eredményes, nem fogsz sokat keresni, nem fogtok sokszor nyerni, mert a játékosok zöme ezt fogja csinálni, nem leszel a csapatod segítségére, és még haladni se nagyon fogsz, és hamarabb fogod megunni a játékot, mint hogy a turmsz mellé mondjuk szerez magadnak járműveket. Szóval ez egy nagyon necces kérdés.
Én még továbbra is azt forszolom, hogy rank 3-as járműveket érdemes először vásárolni. Nem is az a kérdés igazából, hogy drágák ezek a járművek, mert az se állítja meg a játékosokat attól, hogy ilyet vásároljanak, hanem hogy lehet azt megoldani, hogy ne olyan csatákkal legyen tele a játék, főleg amikor akciók vannak, amiben az ilyen prémium játékosok bemennek, és egy vagy két halál után kilépnek a csatából, mert azt tönkre tudja vágni az adott BR-eket. Például az a 7-7 az pont ilyen tud lenni. Úgyhogy lehet, hogy amúgy ez nagyon jó, amit Dean Estoro ír pont, most pont ezt láttam meg amúgy István is, amit ír, hogy legyen szinthez kötve. A új játékos vagy maximum rank 3-as repülőt vagy tankot vásárolhatsz magadnak. Még csomagban is. Érj el egy szintet, egy játék profil szintet, legyen értelme a játék profil szintnek, vagy egy csataszámot, vagy egy rankot, hogy te tudj ott prémium járművet vásárolni, mert sajnos játéktudás nélkül vásárolják be magukat a játékosok, és ezzel tönkreteszik a saját játékukat is, még ha nem is veszik észre, meg más játékosokét is. Úgyhogy én nem gondolom amúgy, hogy drága lenne, tehát hogy nagy repülőnek nagy ára van. Na bum. Ezt mindenki el tudja dönteni, hogy meg tudja engedni magának, és amúgy meg, hogyha leárazáskor veszitek, nem annyira drága, szóval ezt ha engedjük is el, hogy mi drága, mi nem drága, azért a gágyi nem nyomja általában az arcunkba azt, hogy ezt vedd meg, meg azt vedd meg, meg ilyen szorzó, meg olyan szorzó, meg ilyen plusz, meg olyan plusz. Vehetsz, hogyha akarsz, de cserébe általában kapsz is, és nem kell megszakadnod. Na, menjünk meg tovább. Meg igazából az a baj, hogy sokan ugye csőlátásra vannak. Hú, megvettem a túlsot. 60 euró. Igen ám. Ja. Csak ugye 60 euró mellé kapsz aranyat is, prémium napot is. Csak ugye az elfogy, az ugye el is felejtődik. Ja, persze. Persze. De ugyanezt megkapod, hogyha le van árazva. Tehát, hogy most ezeken az árakon őszintén, amíg van rá kereslet, úgyis ennyiért fog menni. Tehát most... Hogyne. Ezért nem tudom őket amúgy hibáztatni őszintén. Nekik is több a villanyszámlájuk most az utóbbi időben valószínűleg, és igen, egy sikeres cég a Gaijin, ettől függetlenül ők is pénzből élnek. Neked ez egy opció, hogy megveszed az ő csomagjukat. Ezt ők fogják eldönteni. De most ezzel reklamálni, hogy drága, nagyszintű jármű, hát nem tudom. Érted, mit, hogyha bemennél a boltba, akkor megmondanád, hogy hát, hogy ne vesse meg az üdítőt, adjátok be olcsóban, vagy dislike-olnak titeket. Hát jó, akkor kimész szépen, az veszem magadnak vizet máshol, vagy a tökön tudja. Tehát most ez így... Nem tudom, én továbbra is azt tartom amúgy, hogy rank 3-as járművek, leárazáskor. Tessék azokat csapati, tökre megérik. Na mindegy, szóval ez szerintem bullshit. A következő a kedvencem. A következő, tehát tényleg, ez a legnagyobb vicc az egészben. A 60 ezer ezüstös ládát túl drágának tartották a játékosok, és cserébe nem is kaptak belőle semmit. Legalábbis a többség ezt állítja. Na most. Csak hogy mindenkinek tiszta legyen, melyik ládáról van szó, erről itt. Most éppen Dangerous Crate-nek hívják, vagy Demolition Crate-nek, rá van írva, hogy Dangerous, meg TNT, meg van hozzá egy crowbar. Volt ez már Hóvárban, meg Homoklópikulában, többféle típusban. Pinyáta. Pinyátaban. Ez egy money sink. Ez azoknak a játékosoknak van, akinek van fölösleges 5-10-15 milliója, és akar kísérletezni. Ezt neked nem kell elköltened kötelezően. Te amikor ezt megveszed, te tisztában vagy azzal, hogy fikarcnyi esélyed van arra, hogy ebből te nyitsz valamit. Ugyanis ez, hogyha a prémium ládákról beszélnénk, amik itt fönt vannak, hogy azokból mondjuk 100-ból nem tudsz nyitni semmit, azt mondom, hogy oké, ezért te pénzt fizettél, rendes pénzt. Ez viszont játékban kifarmolható, a piacon eladható, pénzé tehető itemet is adhat. Amit az előző részben láttunk, bár valószínűsítem amúgy, hogy ezt kicsit fentebb húzták, így sem nagyon, de egy kicsit fentebb húzták, hogy azért adott nekünk kettő olyan járművet, amiből az egyiket már el is adtam, és hogyha az egyiket meg kellett volna vennem kb. 70 euróba került volna, a másikat meg eladtam vagy 40 euróért, tehát azt láthattátok az előbb a balanszomon, hogy az el is ment az a piros gép, amit legutóbb nyitottunk, és én abból már tudok vásárolni. Ez, amikor te ezt megveszed, te ezzel tisztában vagy, hogy fikarszi esélyed van. Ha kipörög a cseresznye, akkor örülsz, mint majom a farkának. De ez neked nem egy garantált nyereményt biztosít, ez zsákba macska, brutál szinten. Ezen panaszkodni, amikor a játék ad egy apró esélyt arra neked, hogyha... Figyelj ide, Petikém.
ha most te egy hónapon keresztül farmolsz, és összeszedsz 10-20 milliót, akkor ki tudsz nyitni egy valagládát, amivel egy picik eséllyel, nem sokkal és nem garantált eséllyel, nyithatsz olyan cuccot, amivel utána igazából eladhatsz a piacon, és tök jó dolgokat tudsz belőle venni. Tehát ez amúgy egy bónusz, egy ajándék, olyan, mint a Battle Pass-ért sírni, hogy minek van Battle Pass, amikor annak is van egy ingyenes része, amiből ingyen kaphatsz cuccokat. Ez egy opcionális cucc. Egyáltalán örülj, hogy van ilyen. És hogy túl drága. Mi mennyi legyen 5000, és akkor vegyük le még jobban az esélyeket? Tehát, hogy így... In-game currency-ért, kifarmolható currency-ért megvásárolható, hogyha olcsó lenne és nagy lenne az esély arra, hogy nyitsz belőle valamit, akkor a benne található itemek értéktelenek lennének. Tehát ennek pont ez a lényege. Akkor nyitnék belőle egy 40 eurós, ami most 40 eurós repülő, hogyha ezt minden másik játékos kinyitnák, kb. 2 eurót érne, vagy annyit se. Nem lenne értéke a ládának, meg a járműveknek, ami benne van. Tehát igazából ezen fölháborodni fasság. Ezt egyszerűen nem tudom elfogadni. Adhat, és te ezt elfogadod. Kész, pont. Nem nyitsz belőle? Nem nyitsz belőle. Lottót adtál már föl? Mindig nyertél. Volt már egyáltalán, hogy nyertél. Tehát az is a bolondok adója a részben, ez is. Csak ezért nem kell rendes pénzt fizetned. Ezért csak az időddel fizetsz kvázi. Szóval ezt nem értem. Hát ezt a ládát tudod miért szoktam venni, ha veszek is? Egyedül a boostokért, mert az éri meg. Mert azt viszont ad. Hogy viszont a boostereket és a vágereket a játékosok nem tudják értékelni, szerintem. Tehát az, hogy te 60 ezerért kapsz belőle mondjuk egy szorzós boostert 5-10-3 csatára, az amúgy rohadt jó dolog, és amúgy visszahozhatja az árát, könyörgöm. És lehet, hogy nyitsz belőle szart. Nyissunk ki vagy 10-et, megmutatom. De ha nyitsz belőle egy valami... nincs most sok pénzem. Nyitsz belőle, mit tudom én most meg akartam keresni, hogy egy legjobb osztagfogadást, nekem is ebből vannak legjobb osztagfogadásaim, 60 ezerből csinálsz 250 ezeret. Tehát, hogy így, jó, nyilván ez is kell egy csapattárs, meg amúgy a legtöbb, a sok vágert, ha ésszel nyomod, tudod őket farmolni, tehát ezek nem visznek annyira minuszba, csak ésszel kell őket elhasználni. Én is legutóbb kinyitottam egy valagládát, és végül nem jött, vagy ami jött belőle, azt nem használtam el teljes egészében, mert nem volt rá konkrétan időm, annyi boostert nyitottam, tehát az is vicc. De hogy amúgy meg bő, hogyha egyszer nyissál csak, de itt van amúgy, tehát várj csak egy pillanatot várjál, ez a szutyok szaros hómobil, ezt én még karácsonykor nyitottam 10 vagy 15 ládából, ami most a piac téren 2,54 €. Ebből már 2 eurót szereztem. Nem sok, de sok kicsi sokra megy, hogyha ilyeneket nyitogatsz. Tehát, hogy így most... Itt van például ez a pisztoly, vagy mi ez... Nem teszem be hirtelen a neve, gépfegyver, PPS-e azaz. 1,4 euró, ezt is most nyitottam. Tehát, hogy most így ezen fönnakadni, tehát tényleg azért ne legyünk már ennyire izék. Na, mindegy, menjünk is ezzel. Ezzel gondolom egyetértetek, nem? Tehát most ez... Hát már odasztam a tényleg? Jó, mondjuk ezek a parancsok, ezeket én sem szeretem, bár ezeket én sem szoktam észszerűen használni. Azt mondja, még egy ilyet írtál föl, hogy panaszkodtak a sok csaló játékosa, pedig nincs is sok, és rendszeresen kivannak rakva akik olyanok. Itt szerintem az a probléma amúgy, hogy vannak játékosok, akik vagy megragadnak egy adott szinten, vagy még nem jutottak el odáig fejlődésben, hogy elég ügyesek legyenek a játékban, és vannak azok a profi játékosok, akik úgy kilőnek gond nélkül, mint az állat, és te ezt sokszor csalásnak véled. Biztos, hogy van egy-két alkalom, amikor kicsit csalásnak tűnik a dolog, de hidd el, neked is van olyan pillanat, amikor belákkolsz egy lövést, hogy úristen, ezt eltaláltam! Ez mi lesz? Nem, azt nem kapom. Ez például egy 20%-os fokozó 10 küldetésre. 60 ezerért, csak mondom, tehát ez például egy rohadt jó nyitás. Hát van, nekem is vannak olyan pillanatok, amikor belákkolok egy-egy dobást, vagy lövést, és ugyanúgy hiheti az ellenség, hogy mi a prac csalsz, de bazeg, szerencsém volt. Ugyanúgy, hogy neked, másoknak is lehet szerencséje, tehát nincs mindig csal. Ez ilyen, ha valaki ügyesebb nálam, akkor az mindig csal szintű felfogás szerintem. Nem értek ezzel feltétlenül egyet. A War Thunderben azért benne van a pakliban az, hogy aki butított grafikán játszik, és nem azért, mert gyengebb gépe van, hanem azért, mert csak így tud érvényesülni, az tényleg elég gáz, de
erre meg már köbben nem tudok mit mondani, ugye alacsony grafikán nem úgy töltenek be a bokrok, fények, stb. És jobban könnyebben észreveszed az ellenséget. Most csak ilyen szutyok parancsokat ad. Úgyhogy nagyjából ennyi, most még egy 5 percet szánnék arra, hogy írjatok dolgokat ezekkel kapcsolatban, amit elhangoztak, és akkor reagálunk rá. Most nem tudom, erre akartok-e valamit mondani ezekre a csaló panaszokra. Erre már nem. Igazából. Hagyjuk. Szóval összességében mi a sztrájkot túlzásnak tartjuk, kell a Gaijinnak a visszajelzés, de meghallgatják a játékosokat, tehát ez kicsit hiszti jelleggel megy ez az egész. Én legalábbis így látom. És amúgy, ahogyha azt mondjátok, azt is megértem, hogy én könnyen beszélek, mert én kapok a Gaijintől cuccokat, valamilyen szinten ez igaz. Mert nekem nem kell olyan tryhard módon grindolnom, mint például Jirennek, aki nem költ a játékra. Vagy például Petikének, aki szintén nem költ a játékra. Tehát biztos, hogy én is egy másik szemszögből látom a dolgokat, de próbálom ettől függetlenül ezt így elvonatkoztatni, ezt a dolgot. Nem tudunk többet nyitni. Hát ez van. Na. Meg annyi, hogy nem ez az első alkalom, úgymond. Szinte évente legalább egyszer egy ilyen ekonomot visszadobnak, hogy a közösségnek nem tetszik. Csak most túl van hype-olva egy kicsit. Mi a véleményem az új magyar hangokról? Összességében örülök neki, hogy lesznek hangok. Nem akarom megsérteni esetleg azokat, akik ebben részt vettek, mármint ugye, hogy felnarálták, de nekem nem tetszik. Szerintem kicsit... Lehet, hogy csak azért, mert magyar és meg kell szokni, de nekem személy szerint nem tetszik. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Hát... Nem. Nem nagyon. Senki nem beszélt a ládákról, nem azért van a tüntetés, hanem azért, mert 10-20 ezer órába kerül, hogy meglegyen minden jármű prémiummal, meg... Micsoda? Mi az, hogy 10-20 ezer órába kerül? De hogy kerül 10-20 ezer órában? Ne szóval, hogyha minden jármű a játékban? Hát, atya úristen, Jézusom, ha túl sok kontent van a játékban, túl lassan lehet benne haladni. Hát ezt nem tudom elfogadni. Mi több pontot szedtünk össze, mint amiért a konkrét tüntetés megy. Sok mindenről beszéltünk most amúgy. Keri írja például, hogy ő free-to-playként játszik, és már tankokban is 6-ig, repülőkben meg 5-ig eljutott. És Keri, azt írd már, hogy van már prémium járműved? Free-to-play játékosként? Csak kíváncsi vagyok. Mit gondolsz a BTR 80-áról? Nekem rohadtul tetszik? Nagyon várom. Az tény amúgy, hogy kicsit orosz fölény érződik a játékban, de hát erre most nem tudok mit mondani, hogy őszinte legyek. De a BTR-t én várom, nekem tetszik ez a jármű, most mit mondjak erre? Én légi... Mi az? Realisztikus titkán szoktam játszani így. Nem, nincs a VR, nem tudom, lova húzva a redőny. Tényleg, hogy prémi nélkül már a tier 3-hoz is szenvedni kell. Attól függ. Mert ha most kezdik, iszonyat jó kezdőcsomagok vannak. De ha... Izzi nem akar semmit költeni rá, akkor... Jó, meg mondjuk, most itt Juhász Viktor is írja, de hogy free-to-playként egy év, két hónap alatt eljutott IS4-en, még BNP1-ig. És hogy eddig jutott el. Most itt az is kérdés, hogy mennyit tudsz játszani a játékkal, mert ha heti egy órát játszol, akkor nyilván nem fogod soha elérni a nagy BR, de hogyha van sok időd a játékra és szívesen nyomod, akkor meg úgyis fog szépen lassan haladni. Csalás másik formája a rollback tud magas pingnél néha nagyon furcsákat. Persze vannak néha ilyen góssellek, bár őszinte leszek, én nem tudom, hogy most vagy én vagyok ilyen szanaxos játékos, de hogy én általában nem szoktam ezen izélni, hogy most góssel meg ilyenek. Nagyon ritka az, hogy egy lövedékem eltűnik, vagy nem úgy talál, ahogy én szeretném. Azon felül, hogy nem találom el, hanem hogy valamilyen lag vagy ilyesmi van. Tehát, hogy én nem tudom... Én úgy gondolom, hogy viszonylag azért sokat játszok a játékkal. Pedig ez is nézőpont kérdése, van, aki napi 3-4 órát beletol a játékba rendszer szerint. Én nem szoktam olyan nagyon-nagyon nagy hibákkal találkozni. Meg nem mindegy, hogy melyik szerveren vagy.
Ez ugye igazából... Kamcsiszád, mert földob el, akkor... Jaja. Ó, írja itt Áron, hogy konzolon nincsen piac, ezt nem is tudtam. Nincsen. Az mondjuk, szívás, azt abszolút meg tudom érteni, hogy a szívás. Ebbe annyit lehet, hogy bele se gondolt, vagy hát mivel nem tudtam, igen? Annyit lehet, hogy a konzolost átviszed gépre, de viszont a gépit nem tud átvinni konzolra, de akkor sincsen piac. Mert ugye én áthoztam az Xbox-os akkontomat gépre, és akkor se volt piacom. Szóval, ja. Hát... Interesting. Melyiket vetted? Micsodát? Ja, most ezt a Churchill-eset nyitogatom, bár ezt is meg lehet venni, szóval. Ja. Kíváncsi voltam, hát... Én ezért próbáltam meg. Néha... A T-34-et. Ez a helyzet, hogy egyszer-egyszer tudod rápróbálok, amikor van így pár száz aranyam így fölöslegesbe, és ez a Churchill is olyan, hogy ezt nem lehet megvenni. És tök jó lenne, hogyha kipörögne, és már volt olyan repülő, amit így meg tudtam venni, és meg nem szoktam ilyet sokat venni. T-34-et? T-38-85? Veszek egy olyat is. Így nekem kipörgött a cseresznyi, kaptam érte 100 000-et. Ilyen, mert neked az meg volt? Nem. Ja. Az az, hogy elment mellette. Ja. Ah. Ezt a Churchill-t ad majd el. Úgyhogy mindenki, opá, mindenki döntse el azt, hogy ő egyetérte ezzel a tüntikézéssel, vagy sem. Reagál a Gaijin a visszajelzésekre, és nekik is érdekük, hogy úgy alakítsák a játékot, hogy az a játékosoknak élvezhető legyen. Meg nem tudom, még lépek ki ebből mindig. Nem hiszem, hogy itt azért nagyon meg kell ijednünk, most ők is reagáltak erre az egész happeningre. Úgyhogy... Aranyat kaptam. Na egy aranyosat szereztünk pluszba, az igen. Az nem semmi. Meg gyűjtök boostert, úgyhogy vettem 10 ládát. Tök jó dolgokat hoznak be a játékba amúgy meg. Úgyhogy... Hát már ott ezt a szutykot. Erre jobb a support a kezdőknek is. Mert ugye a legeslegelső videód alatt még van egy link, igen. Az még a mai napig működik. És egy kezdőjátékos egy hét prémiummal megkap egy hétig járművet, azzal nagyon könnyen lehet haladni rank 3, rank 4-ig. Uh-huh. Kipróbáltam. Konkrétan hát... 5 óra alatt, jó, én oké, tudok játszani. 5 óra alatt elértem az első rank 4-es járművet, amit megvettem. Aha. Most egy hét alatt... Bárki jó, én továbbra is tartom azt a véleményemet, hogy szerintem sokan beleugranak, egyből nagy szintet akarnak, és rohannának előre a játékban, és nem élvezik a játéknak a progresszét. Pedig a War Thunder az, ahol már rank 2-től amúgy brutál, sőt már rank 1-ben is amúgy tök jó csatákat lehet menni. Mit gondolsz arra, hogy Tigris 2-eseknél feldob és nem tudsz érvényesülni? Hát, én alapvetően nem szeretem a németeket abban a részben, mert nagyon lassúak. Nem tudok. Minden nemzetnek megvannak a jó, meg a rossz oldalai. Mi az, hogy egy nyúk 200k? Ha dobsz egyet? Nem értem. De hogy is. 30 000-et ad, azt hiszem. Megérkeztünk. Mi a véleményed az animés párnákról? Nincs. Mm. De az az új kezdőcsomag most. Micsoda? Egy hét premi, kapsz 2-3 ilyen kezdőjárművet, meg adnak hozzá egy párnát. Ja, amit a tankodra tehetsz fel? Uh-huh. Hát az poén, az joke. Verseny. Szerintem az összes BR-be lehet jókat játszani. A játékban gyerekek folyamatosan változik a balansz. Én úgy gondolom, hogy itt még azért számít, ha van páncélod, tehát lehet pattintani. Aki tud lőni, az úgyis be fog ütni, tehát emiatt nem kell aggódni, de hogyha tudod használni a páncélodat is van is, akkor azért tudsz jókat alkotni, illetve tudni kell, hogy éppenséggel bizonyos szinteken mi a meta és mivel jó játszani. Erre nem tudok most mást mondani, ez folyamatosan változik, ez teszi színessé igazából a játékot valamilyen szinten.
nem kéne egy csatába ereszteni a második világháborús és hidegháborús gépeket tankoknál. Az a helyzet, hogy ebben lehet igazad, azt nem tudom, hogy a szimulátornál erre már odafigyelnek-e. Ott nagyjából ott egy korban vannak a... Talán úgy emlékszem, hogy a szimulátor, ami ezt jobban figyelembe veszi. Jogos kritika lehet, bár ezt őszinte leszek, kicsit tudod, ilyen olyan kritikának látom, hogy ez a játék arról szól, hogy minél több mindent ki tudsz próbálni, nem csak a világháborúkra összpontosít, hogy ez tudod, ez ilyen, ez azoknak zavaró csak, és most ne sértődj meg, akik ilyen nagyon háború fanatikusok. És amúgy abban egyetértek, hogy tök jó lenne egy olyan opció, ahol például, mit tudom én, akár adott csata típusokban, vagy nem, tehát adott csatákban szereplő tankokkal tudná bemenni, és úgy csatázni egymás ellen, mit tudom én, lehetne a Normand, hát mondjuk pont nem Normandiát kellett volna mondani, mondjatok már egy híres nagy tankcsatát, most hirtelen persze egyet se tudok. Kursk. Na, tökéletes, igen. Debrecen. Bemész a kurszki csatába, választhatsz oldalt, és akkor nyilván van balanszoltan számok szerint választhatsz olyan tankokat, amik ott voltak. Tehát ilyenek feelingesek lennének, és őszintén szerintem, hogy van is ilyen, hogyha ha World War event World van, azt hiszem. Csak az olyan ritkán van, ezt nem is értem, hogy világháború miért nincs gyakrabban. Úgyhogy ez is egy nagy kérdés. Ez is több lépcsős gond, az a baj. Úgyhogy... Amikor volt jutalom, akkor ugye úgy adták a járműveket, hogy megkaptad a javítót, már a lőszert, és hát ugye friss akkontát is ugyanúgy lehetett. És a top klánok meg ugye hozták, hogy akkor friss akkont, hack, és akkor lenyerték maguknak a csatát. Aha. Hm. A legeslegelső Vártenderes streamem alatt van szerintem az a link. Vagy videóm igen, alatt. Igen. Ez a game még mindig jobb, mint a Golem Simulator. Aj, ne is hasonlítsuk, légy szíves. Őszinte leszek, nem szoktuk ugye hasonlítani itt egy per egybe a Warships-el meg a World of Tanks-szal, mert nincs értelme összességében, az egy sokkal árkádabb és más játékmechanikára alapuló játék, de hogy a WoT-nál ezerszer jobb a community, ezerszer jobb az irány, amiben halad a játék, és amennyire a community-re egyáltalán figyelnek, aki ezzel nem ért egyet, az vagy vak, vagy már túlságosan elvakultan ragaszkodik a World of Tankshoz. De ugye az a játék, az, na hogyha valami a pénzről szól, akkor az biztosan. Hát én azzal nem vagyok hajlandó foglalkozni. Pedig még fizetnének is értem. Nagyon ironikus. Ha jól emlékszem, az utolsó tartalmad az volt, amikor volt valami event, és az E100-as bosszot kellett legyőzni. Az is pénzre épül. Akkor tudsz többet menni úgy, ahogy szeretnél, hogyha fizetsz. Ja, ha veszel ládákat. Tehát, hogy de mindenhol ez van, érted? Tehát, hogy ott hogy a tökönbe szerzel normális prémium járműveket? Itt meg tudod szerezni még a csomagosat is, hogyha elég kitartó vagy, ingyen. Ott ilyen nincsen. Ráadásul, hogyha eventben vannak ezek a 8-as járművek, amiket meg lehet szerezni időnközönként, azok nem a normális 8-as jármű áráért mennek, hanem a dupla áráért, és abból kap százalékos kedvezményt. Meg hát a karácsonyi event, ugyebár a pénznyelő. Ott azért lehet költekezni rendesen. Szóval arról inkább ne is beszéljünk, hogy a kettő között mekkora különbség van. Szerintem, aki tényleg szereti a tankos játékokat, és kicsit jobban szereti a realisztikusságot, annak ez a játék élvezetesebb lesz. Amiért sokan esetleg nem ezt gondolják, azok vagy nem játszottak eleget ezzel a játékkal, vagy szimplán nem értik, hogy működik. Mert amúgy szerintem, aki kicsit belemerül a Vártenderbe, és szereti ezeket a tankos dolgokat, ez egy sokkal élménydúsabb játék. Annyi féle fajta tankkal mehetsz, hogy csak a tankos résznél maradjunk. De ugye ide be tudsz hozni repülőt is. De a rengetegféle légvédelem, a kerekes járművek, mit tudom én, az ilyen-olyan képességű cuccok, tehát hogy tudod tolni még a földet is magad előtt, tehát hogy annyi féle színes dolog van ebben a játékban, hogy meg hát kicsit valósághűbb járművek vannak bennem. Bocsánat. Itt azért kitalált járművekből nagyon-nagyon kevés van. Mi van egyáltalán most őszintén? Van egy-kettő, azt hiszem. Tízés feles Tigris, meg a Panther 2, igen, meg a Kolin. Ja. De ezeket ugye már ki is vették. Na mindegy, a mod nem mondjuk az E100.
Hát jó, de azt se lehet már az csak megszerezni. Hát de amúgy csak az alváza volt meg. Hát az alváz megépült, meg ott volt mellett a mausztorony. Na jó, kezdjünk el játszani. Mondjátok meg, hogy mit szeretnétek látni. Jó, játszunk így. És akkor elkezdünk játszani. Elmondtuk most itt a véleményünket így a dolgokkal kapcsolatban. Lehet, hogy én is fogok majd írni magának a Gaijinnak így javaslatot, ami az én meglátásom szerint, ami esetleg iránymutató lehet. Ezt majd meglátom, ha szeretnétek a kommentben erről nyugodtan vitatkozhattok. Mindenkinek más a nézőpontja, biztos máshogy látja a dolgot egy olyan játékos, aki mondjuk fizet a játékért egy-két kontentért, aki nem fizet, aki egy órát játszik hetente, meg aki 20-at. Tehát ezt is vegyétek figyelembe, hogy mindenkinek más az érdeke. Mi volt az első? Britek? Menjünk a britekkel. Aztán majd 7-3-at menjünk, vagy 5-3-at? Most titeket kérdeztelek. Ja. Minden. Nekem mind a kettőbe tudok hozni. Már nekem 6-0 is jó lenne. 5-3 van, vagy 7-3. Kettők közös állapot nincsen. Állítok. 4-7 a max nekem. Akkor vagy 10. 10-10-10, mi jó, volt az? Jó, 5-3 lesz, 5-3 lesz. 10-0. 5-3 realisztik, menjünk. 5-3, most mondom 4-7 nekem az a izé, max. Hát jó. Majd picit fentebb. Akkor jó van, menjünk. De nézzétek, az ott a pap, meg van rajta villogó. Hát sokkal jobban tudod customizálni még a tankodat is, hát annyira jó ez a játék. Lehet benne tüzet köpülni, de nem ezzel. Az nincs is berakva a szedbe. Ki van véve a krokodil sörben, annyira undorítóan szutyok lassú. Dobok egy boostert magam. Meg kell nézni, hogy mit fejlesztünk, az fontos viszont. Ja, ezt a köztes Churchillt, akkor mehet is. Ready! Sziasztok, szervusz Gergő. Úgyhogy biztos, hogy nagyon sokan írtatok jó dolgot a cseten. Elnézést, hogyha nem olvastam föl. Tudjátok, hogy nem látok mindent, most eléggé pörgött is. Nem árt, hogyha van véleményetek a dolgokról, és meglátásotok, azt nyugodtan osszátok meg. Ezekről beszélni érdemes, mert igazából így fejlődik ez a játék is, és itt figyelnek ránk. Picit itt vajdod az ajtót, létszik, köszi. Bevisszük a Lancastert. Azt bevihetjük. Dobhatunk egy jót. Hát freeplay menne sajnálom. Az a baj, hogy Tigrissel nehéz is jól játszani. Mármint azért, mert maga a tank lassú, gyenge és élvezett megölni. Hogy te milyen vagy? De most a Tigrisek fognak örülni. Hát most lehet. Tóbi meg nem annyira. Mondjuk ezt a pályát annyira nem szeretem. Az a baj, a panterekkel... Hát annyira nem örülök panterekkel neki. Panterekkel szemben... Az lesz. Hát itt most mit kezdjek magammal? Nézd meg, Jiren, már megint a prémium járműveivel villog. Ezt is ingyen szerezted, mi? Te mocsok? Azt hiszem, igen. És ott van hátul a párna. Mi? De azt hogy szereztette meg? Csak be kellett írni egy kódot. Ja, de mi csalt, ez? De nekünk nem szóltál amúgy, hogy animás párnákat lehet szerezni? Mi nem kapunk párnát? Miért nézzel animét? Nem, de gyűjteni gyűjtő vagyok. Vagy hát gyűjteni gyűjtök ilyen szarokat. Hogy szarokat? Nincs ezzel a probléma, srácok, hogy nem értünk egyet. Ez viszi sokszor előre. Ha mindenki mindenben egyet értene, az nagyon nagy baj lenne, amúgy higgyétek el. Igen, csak a vélemény kultúrátan is ki lehet fejezni, meg egymástól kellene menni a rosszabbak. Persze.
Úgyhogy az meg, hogy tényleg ma játszunk, az nem direkt, hanem ma tudunk. Tehát, hogy... Jó. Ha ott mennek föl balra, amúgy. Ujjjj. Hol? Jelölt már. Ott, ott, ott! Kapta is a tiger. Ott durrant az egyik. Én is durrantam. Ujjjj. Jön a légvédelem, hello. Én is. Nyomj egy izét, nyomj egy öbetűt. Ne! Húztam a hullánat pedig. Fogunk átjutni, itt az a baj. Hú, basszus kut. Az a csefi, ez a pályak szélén van kint, úgyhogy... Hopp! Oké. Okay. Tiger ott hátul kapott egyet legalább. Hoppáré! Most például parancsnoki nézetből ölök, vagy próbálok lőni. Ez megértem, hogy például egyeseknek. Esetleg. Na ez például, a gyerek szemszögében, hogyha most meg is öltem volna, hát ez nettó csalásnak tűnik, nem? Hát belőttem innen a panternek a testén található kupolát, vágod? Ott húzza hátra a társát. Jobban vagyunk ide szorulva. Na, azért jöttem én körbe. Jobb a vodban a hang. Milyen a géppuskának a hangja a vodban? Amúgy ezzel nem értek egyet, de ez meg ilyen ízlések is pofonok. Vagy mondjuk mutattantban látsz embert? Nekem mind grafikában, mind pedig hangban sokkal jobban tetszik ez, de ez tényleg olyan dolog, hogy most így kinek mi jön be. Úgyhogy ízlésről vitatkozzunk meg, rohadt felesleges szerintem. Persze vannak egyértelmű dolgok. Annyi ember, annyi ízlés. De ez nem azok közé tartozik szerintem. Bombkettet várjuk-e? Kíváncsi leszek rá, biztos meg fogom szerezni. Surprise, ezt nekem is ki kell farmolni. Kerülsz jobbra? Amúgy. Ja, próbálok, csak mondtam, hogy a csefi. Na, ki jön mellettem? Mennyi, haver? Nincs itt senki, menjél nyugodtan. Most ott fönt a dombon szerintetek vannak még? Na jó. Nem tudom. Aha, vannak. Mert nem is a dombon van, hanem a hidon. Kőhidon. Ott áll. Aha, megvan, láttam. Panterá. Láttad? Aha, láttam, hogy kiszedett. Ácsaló! Nem, amúgy semmit nem csinál. Lancaster, ez sajnos nincs elég pontom.
Hát nem tudom most mivel menjek be. Avangerrel. Az a baj, egyikkel se vagyok túl jó. Megkülünk egy Thunderboltot, csak-csak kidobok valakit. Sajnos killünk nem volt, csak egy asszisztunk. Úgyhogy lövöldözni tudtunk csak. Nyuka, hogy állsz? Egyszer kellett volna már felszállnom, és a kifutó pályán ért véget a csata. Nem vagyok annyira jó játékos amúgy, hogy nyugodt tudjak dobni. Vagy hát még nem jött össze sajnos. De nagyon szeretnék. De a nyúk az, az is, hogyha mondjuk olcsóbbá tennék, úgy már nem lenne akkora értéke nyúkot dobni. C-hez menjek? Ott sokan vannak? Vagy hol vannak sokan most éppen? Hú, sok helyen sokan vannak. Itt a mindenhol. Uh-huh. Ott van egy tigris, azt meg próbálom nektek kidobni. Sőt, van ott egy panther. És egy tigris. És pusztadik ki a PZ-470-et a bárba. Egy! Egy! Hol a kettőm? A másik az kicsit kicsi volt a bomba. Már elkaptam egy streamet amúgy Twitch-en, Vartendert, ahol arról vitatkoztak a srácok, hogy a mouse-t ki lehet-e dobni egy 250 kilós bombával, vagy 500-assal, de azon egyeztek a végén meg, hogy legalább egy 1000-es kell neki. Én nem tudom, ti hogy vagytok ezzel a kérdéssel, szerintem mi az 50 kilósra is ki lehet dobni. Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem, hogyha pont alá be tudod vágni, akkor igazából ami bomba, szerintem elviszi. Meg ha a, ugye a tornya előtti motor részre esik a bomba, akkor is elviszi. Tök mindegy, hogy annyi jó. Hmm. Úgyhogy, bár tudod, ez kicsit olyan beszélgetés volt, hogy hát a mouse az nagy és kemény, és akkor az biztos, hogy Uber király. Ahogy amúgy tényleg az, hát picit félretéve, csak azért annyira nem ez. Új, ennyire visszatolták C-t? Ennyire senki nincs ott. Ezek a játékosok, ez is bejött Black Cat-tel kétszer, azt meghalt. Igen, a fejlesztett Phoenixre kíváncsi leszek. Most úgyis ugye az oroszoknak vannak ugye ezek a R27, milyen 27? Vagy az R27T, nem tudom, valamilyen rakétáik, amik azért elég OP-k sajnos, vagy nem sajnos. Elég kellemetlen ellenük harcolni. És nem tudom, melyiket dobtam ki amúgy. Történt a játékkal? Nincs nagy baj, itt beszélgettünk az elején a játékról. De én a komitről festenék véleményt, ugyanis én votoztam is, de abba is hagytam, mert a vot, vagy mert toxik a VT-vel ellentétben, úgyis ha a VT-ben írok, hogy kérlek, negatív pénze van, enged bombázni, hogy pluszba jöjjek ki, és hagyják! Azért itt is megosztó szerintem, ezt nem tudom amúgy, hogy látjátok, ez amúgy egy R27T, szuper. Hogy látjátok, melyik community a toxika? Bot. És nem kell feltétlenül velünk egyetérteni természetesen, ezt a saját gondolatokra vagyunk kíváncsiak. Na, mondjad. Van olyan csata, főleg most a 13-17-ben, mikor sok a premis, volt mikor megkérdezték, hogyan kell használni a flat. És nem az volt, hogy na, azért bevásároltat magad, akkor nem tudod használni. Az a baj, nem mondták, hogy hol keresd, meg hol kell beállítani, még ilyenek. Az a baj, hogyha nem mondod el neki, akkor is bedob vele még egyszer egy csatába, akkor ugyanúgy nem fogja tudni, és ugyanúgy csak a csata hátráltató tényezője lesz. De ott az ellenfeled is lehet a következő csatára, ugye úgy dobálja már. Tudjátok, hol a csapatunk? Sehol? A levegőbe. Csupán csak 5 repülő van. Azek... Valaki menjen már, spotoljon, vagy nem tudom.
máshol, az tudja, hogy otthonán, és ide fog snipolni. Bocs, fel akarok menni itt a dombra, és füst nélkül nem megy. Itt előttünk van tank szerinted? Én légvédelmet láttam. Most dobták ki szerintem. De ott többet így pingeltek. Aha. Kezdőjük, ön egy légvédelem van, jól látom. Te is repülőben ülsz? Hát nézelődök. Van fönt az alná egy... Semmi már, jó van. Az megérkezett! Valami itt fut, valami futrinka itt beszaladt az előbb. Nem? Itt van egy VK, a Pity Panther. Látom. Hopp, meg is van! Megvártam, még bedönti a páncélzatát. Ó, itt látok egy kicsi szutykot. Ne lövöldözzél már! Meg is van. Triple. Na, megyek foglalni. Mindjárt csak. A hídon most azt a PZ4-et már rég kilőtték, de ott van megint valami a hídon. És csak ott megy. Ott a Nashorn. Megvan, kiszedtem! Easy! Nice, pont mire bemértem. Ez ugyanaz a PL volt, aki a PZ470-nél ott volt. Jó, van, nem bepróbálkozzon, csak hát nem számítottunk rá. Most már úgy beállt azt a részt, hogy... Nagyon szép lövés volt. Ott ki az egyszerű csak. Volt is az így! Hogy döntik el, hogy milyen bombát dobhatnak a gépek? Mert mondjuk nekem van egy bombázó, ami max 500-at dob, amerikaknak meg a fele akkor a gép 1000 kilót. Hát attól függ, gondolom, ha jól tudom, hogy a valóságban is mit tudott az az adott gép, nem? A valóság persze. Tehát, hogy általában a valósághű adatokra építenek, természetesen ezeket be kell építeni a játéknak az atmoszférájába, de a valós adatok alapján sorolják be általában a tankokat, kapnak lőszereket és a többit. Hát nem fog neked a tigriset hitefessel lövöldözni, ne aggódj. Meg nem kap más ágyút. Így van. Ja, 10 és feleset. A kérdésem ugye az teljesen jó. Ott áll egy tigris. Van fenn, 6 repülünk, jelezzétek simább, azt leszedik. Most enemy repülő is van. Ja, egy darab. Ups, jön a tigris felém. Jó, kicsel a dorba, de tudom már lőni. Jön. Ott van, ott a sziluettje látszott. Ott kéne megülni. Jó, most lőtte el magát. Szia, uram! Na most figyeljétek, kiszedjük a tigrist. Krit. Az volt, hogy csak vezető volt. Jó. Ott van, el kéne lőni. Nem tudtam kilőni sajnos, mert... Tud még lőni? Az ágyúját lőd már el. Tud még. Nagyon szép, köszi. Egy. Basszus, nem vittem el a lőszereket, szép. Nincs ott neki lősz. Kapok, nem tud megadni. Fél mindjárt kap egy bombát. Oké, akkor egy picit így lentebb. Szedlek, ha addig élek és rohadjak majd. B-nél van egy iző. Jobbról kaptam egyet. Ott van fönt. The
tigrist megölted? Meg nem, de most kapott egy nagyot. Szinte alig van benne ember. Baj. Tölts, 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 tölts. Ő is lassan tölt, az ott bemenne. Ah, ez az! Na ez milyen satisfying már! Megvan az a kis szutyok, ami került, látod? Nem látom most. Jön egy tigris felétek. Már nem. Már nem. Na jó. Új, új. Ez konkrétan lemegy a domboldal alá. A pályán kívülre is ott futkározik. Látom, vágod. Láttam, amikor nem zoomoltam be. Bunkó lenne erre egy 12 000 fontosat csak rádobni? Nem, nem, nyugodtan, nyugodtan, menjél már. Ne legyél már irigy! Ketten vannak a csatában amúgy, megjátok? Most már csak egy. F4U kiszúrta. Ja, jó, mert papírtömb, ki fogja lőni. Ki tudja durantani, jaj, jaj. Meg is van, meg is van. Ezt kéne bennem javítani. Akkor dob startra, nyugodtan. Dob rám, hang vagy rám dobni. Ne! Már meghalok, realisztikban vagyunk, nem árkádba. Ja, még egyen, ami él, most spawnolt le úgyis. Értem én a célzást. Nem kiabáltok köbben, nem kapok is levegőt. Látjátok, milyen terror van itthon? Meg vagyunk, Dániel, meg vagyunk. Közben amúgy, hogyha itt az a stream elején elhangzottakhoz bárki szeretne bármit hozzátenni nyugodtan, és akkor közben is beszélgethetünk ezekről, hogyha olyan meglátásotok van, vagy esetleg teljesen más ilyen javítani való, vagy ami titeket zavar. Nálad van? Mi? Hát vagy eldobtad a bombát? Már megöltem vele egyenemit. Ott van a spawnom megint légvédelem. Jó, látom. Csak az a kérdés, kiír oda hamarabb. Hát ez egy 6 killes csata igazából, és nem is használtam csak a repülőt és a gyári sörment, mindjárt megnézzük, hogyha nem tudom, kiírja, hogy prémium nélkül mennyit kaptam volna? Nem mi? Jézusom, Dániel, ez bolond. Azt a rohadt mindenségig. Nem írja ki prémium nélkül, mennyi lett volna a pezó. Na várjál, ebben a fokozó hozott 62 000-et. Írja a költségeket? Hát nagyon nem. Én sem értem. Hát akkor jó. Hát igazság szerint, ha rámész a üzenet ikonra, ja, ott tudod csaták, visszanézni. És akkor ott tudod visszanézni. Igen. Mit tudok itt, mit látok itt? Lőszer automatikus, automatikus javítás. Ennyi? Tehát ennyi volt a minuszom. Ennyi volt a pluszom, amiből 60 000, 62 000 volt a fokozó, és 10 000 a...
Tehát igazából ez kb. Egy 20 ezer pluszos csata lett volna most bár, tehát hogy Alanaturba legalább. Hát jó. Na, következő. Valaki beírt egy T-8 vonat, az nincs, de valami egy 10-0 orosz. Mit szóltok hozzá? Oké. Okay. Pergessünk egy 10-0 okay. oroszt. Azzal úgy is rég mentünk. És Dániel Bicskeinek, hát nagyon szépen köszönöm az a 10 ajándék csatornatagságot. A srácok most szerintem újon vannak örömükben. Pontosan Bagu 11-13, Bálint visszatért, Szalai Sándor, Vot B. Benny, akkor G. Gaming, Zászlox, Kis Viktor, Zoltán Péter, Mindpro, Nagy Péter, és... Ez 10 ember volt? Ez 10 ember volt. Igen, az ő nevükben is nagyon szépen köszönöm. TR2-es csatornatagságnak felel meg, és Discordon élhettek is a csatornatagsággal járó jutalmakkal. Telefonos vártenderről mi a véleménytek? Nem játszottam vele, hogy őszinte legyek, úgyhogy nehéz véleményt alkalmaznak, de... Van itt nálam a kis edényemben egy uborka, ezt el tudom fogyasztani. Nekem meg elfogyott az ücsim, az a véleménye. Szerintem kéne 5. meg 6. generációs gép a játékba. Én örülök neki amúgy, hogy haladunk az időben előre és nem ragadtunk meg egy adott érában. A top BR-eket bővíteni kéne. Mi az, hogy lakparádi? Ezt mire jöjjöd Made Max? Lagol nálad valami? Mire megyünk? C-re? Gondolom arra. Hozok egy BMP-t kezdésnek. De azt tudjátok, hogy C jobbrább van. De én nem is be lehet menni. Jó, hát neki ez még új Jiren. Új ez a játék. Nem játszottam ezzel a játék. Nem ismeri a térképet. Hogy tudok flert használni, gyerekek? Meg mi az a altúval tudok, hogy kiküldeni izét? Távirányítós repülőt. Hozét. Uh-huh. Matchboxot, nem? Uh-huh. Hogy a STR-től érdemes realisztikozni? Amikor kedved van. Amikor úgy érzed, hogy készen állsz rá. Én nem gondolom, hogy ez szint függő. Hát Jiren, én nem megyek veled. Fölraktad a seggedre azt a világító szart. Jó, nekem nincs itt a skinem. Jézusom, de ez még mindig jobb, mint a villogó. Hát nekem nincs is villogó. Nekem nincs. Ugye, mert már foglalják a C-t. Igen, a tudod jelölni Starkey, hogy hol van? A kő mögött ott áll. Nem kő, nem úgy. Ctrl Z-vel azt hiszem, vagy? Ja, az lesz az elméletről. Azaz. Ott ugrott le az egyik. Ugrott. Igen, mert az ott jön le föntről. Ez a csíra meg itt van fönt! Hátul lesznek fönt a hegyen legalább ketten. Itt van fönt, Jiren, izé, spotold meg? Már, hol? Fel lesz a dombtetőn. Jelöld már izével, sima sárgával. Ott. Mindjárt kispotolom neked. Kispotoltam. Mi az, hogy ezt a járműt mederít? Itt van egy izé. Jó, az meghalt ott fönt. Adjál neki. Megyek, Jiren, várja. Jelöld. Csak lőd el a csövét. Mellőtted a csövét? Azt hiszem előttem, már nem tudom mit lőttem. De hogy nem, az biztos. Ezek az, hogy nem látok. Jó, nézd, meg is lőtt, aztán elment a torony forgásom, úgyhogy javítok. Meghalt? Meghalt. Nyomok egy füstet, aztán javítok. Átrébb még valami. Ha valakinek van izéje, repcsi, az repüljön egyet. Ha nekem nincs, a Jirennek van. Jire, repülj már egyet, hogy látsz, amit a környéken. Repülök már. Repüljél már!
Valami jön. Jön. Ott jön le nálatok? Menj is hallom. Ott szemben fönt is volt egy tank. Csak már hallottam a motorzúgást. Helikopter jön. Jaj, jó. Az a Jirené lesz akkor. Valószínűleg igen. Dániel, köszönöm az öt ajándékcsatornatagságot. Headshot Kemencsei Bálint, Zalán, Károly és Ágoston nevében is. Bocsánat, srácok, nem tudom mindent teljesen felolvasni, mert... Minden fentről megvetővel az a tank? Az meg, azt megöltem. Most azt lenne jó tudni, hogy itt fönt hogy vannak. Szerintem itt ennyi egyelőre. Ez erre jött. Nem, itt van előttem valaki. Erre. 3000 méterre van fönt a helikopter. Tudjátok jelölni? Ja, itt van, itt van. Leopard. Becsúszom a foglalóba. Nem ilyen. Hely, elrontottam. Él még? Az igen. Él hát, minket kidobtak. És ez mi oldalunkról jött, de nem is hallottam én. Mindjárt kiszedem a helikoptert. Bazzeg! Nem tudtam kiszedni, sajnálom. Későn küldtem a rakétámat. Jó, repülő megvan. Nice, nice. Hol a helikopter? Nagyjából BC közötti irányba volt. Magasan. Viszont csak a köszi szépen. Szabolcs Péternek is nagyon szépen köszönöm a csatornát. De nagyon messze volt már, mikor lőttem 4,5 kilométerre volt. Az a baj, nem látom. Még termállal se. Szia. 26-a van neked most, hogy megapizom. Van, aki amúgy ilyenkor kap. Én például... Na, én is hónap elején kapok. Általában, nem is, pont így hónap, két hónap. Ilyen első, második a környéken a fordulókban. Hú, valaki volt a izénkon. Volt, majd még ott is van? Ott van! Ott már láttam! Most halt meg a Wolfpack. Jó picsa előtt. Hát nézd meg! T-72 AV Turbs egy halállal kilépett a csatából. Volt itt egy BMP-1-es, egy kétkörös 2S-38, ezek biztos nagy playerek amúgy. Na ő 20-as. Jaj, hallom a helikoptert. Itt jön felém. Megvan. Megúsztam. Innen föntről meglőttek, ketten vannak. Ketten? Föntről? Aha. Jó, Leo. Ott a Leopárt. Ja, hát ezek már lepusolnak minket. Elfogyott a csapat. Nincs bent, ennyi nincs bent a csapat fele, érted? Ezt úgy se láttak még ilyen tankot, úgyhogy meg tudom őket elkapni vele. Ó, Leo, ott megvan. Volt ott még valami. Látsz még ott valamit a környéken? Most így hirtelen nem. Hogy jobbra nincs más? Nem, mint a kettő tankot láttam volna. De CV-90.
jön egy helikopterük. Figyeld, hogy ledurrantom mindjárt. Na, még nyomja neki. Ma ledurrantottam én ágyúval, ne szórakozzunk itt géppuskákkal. Megy a tévé. Igen, jön, próbálkozik. Szia uram, hova siettél? Láttál már ilyen tankot, vagy csak a mesében? Vagyunk? 28, nem tudok mit kezdeni, az szedjen is ki. Az OP. Na, se úgy segünk be. Na, választhatok valamit, ezt mehetünk. Hogy tetszett a gollam? Hát, nagy csalódás volt, sajnálom. Hogyha szeretnétek látni, hogy rommá égek rajta egy óra alatt, akkor nézzétek meg, de... feledhető az élmény, abszolút. Játszottál Shadow Mordorral? Nem. És a Shadow Mordorral? Nem játszottam ezekkel a... izékkel. Mi az ilyen? Én a RTS-ekkel játszottam régen nagyon sokat. De hát ez a gollam most, ez katasztrófa lett. Azt láttam. Na. Röhögtem is, hogy néz ki. Mausz? Úristen. Akartok mauszhozni egyet? Hát nem akarunk, de muszáj, nem? Ezt kérik, akkor ezt kérik. 8-0? Nincs is 8-0-ám. Sajnos akkor nem mehetünk. 7-7-es. Mi 7-7? De árkádra van állítva. Melyik költök állítottál? Pont a Leopard egy helyére képezzük be ide, úgyis annyi pénzünk van, mint a déli busznak. Na, menjünk mauszhozni. Ha Isten, ez nem fog fájni. Nincs ide valami jó repülőm? A németeknél az a, hogy nincs normális repülőm. Nincs. Let's go, 7-7 Deutschland, 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 über alles. Jó lesz ez. Japán! Nincs is japán cuccom. Egy Battle Pass-es járműen van, ami japán. Ennyi. Nincs japán, még kínai sincs. Kínai sincs. Az nincsen sajnos. Azt kérhetitek, de sajnos az nem adatik meg a mai streamben. Svédezni tudunk. Izraelezni. Franciázni. Az olaszoknál van egy pár. Löcsk repülők. A britek, szovjetek, németek és USA. Zusa. Nyomtam be izét. Legjobb osztagot. Nyomok egyet én is, odafigyelünk rá akkor? Hát ja. Akkor már én is keresek. Keresel? Mennyit? Mennyit ér ez a szutyok a piacon? Hát még nem megy fel az ára, kicsit sok van belőle eladó. Ez, hogy izraeli ollisotokkal. Kukáskocsim van, de az a baj, írja valaki Mákos Beglit az FV4005-öt. Azzal az a probléma, hogy nincs kifejlesztve, és addig azzal nem akarok játszani, hogy az equipment nincs meg rajta. Szerintetek DD június 6-án lesz-e valami leárazás? Ez amúgy jó kérdés. I don't know. Na, first... Nem kizárt, mert most Izraelnek is van. Premisőr ment meg a Spitfire-ot meg lehet venni. Ugye két csomagos és most olcsóbban. Kettőt egyre. Na. Hova tűntek a bokraim? Minek? Mit akarsz elrejteni? Botromban nagy fejemet az. Hát mondjuk azt el lehetne. Mi van a csöved végén? Megsérültél vagy mi van? Ennyit lehet hallani a mauszban. Áú, ne lögdös! Ez egy műszer, ez egy német prémium jármű. Ja, hogy így beállunk vonatozni. Gyere csak, Jiren. És miért én vagyok elől? Hát az hát, mert te vagy a streamer. Az a baj, hogy mindig az jár a legrosszabban, aki elől van.
Ezek itt nézik szerintem, hogy mit csinálunk. Mip, mip. Vagy még nem láttak három maut. Emeld fel a csövet, tisztelek. Mi bazzeket egy év, mire lejön? Várja, bazzeg, még megy ez fentebb is. Hopp, lehagylak amúgy, látod? Dik, ha mi van veled? Megint várja, közben meg elől, meg harcolnak. Az mi volt? Nem tudom. Nem, oldalról kaptam. Nem, nekem is volt velem nézett a tető. Na, akkor nem tudom mi volt. Kósz a golyó. Szerintem egy lepattanót fogtál föl, vagy nem tudom mi történt. Úristen, valaki Vietnámot játszik amúgy. Na gyertek, zárkózzatok fel mellém. Ne rohanja. Akkor láttam dőlni egy fát. Vegyünk fel valami égformációt, vagy mi? Aha. Ezt végig toljuk a bázisig, vagy mi van? Hopsz! Ott ment valami. Nem, előttem a kerek itt, na. Ott van balra valami, ott van balra valami! Ott van, ott van, ott van, látjátok? Lőd már ki! Bázzak, kilőttem a fát! Hatást, hatástalan talál. Menj már vele! Rakéta is jött. Igen, azt láttam, onnan jött, megyek rá. Elbújt a rakétás. Kiszedtem a rakétást! Túlélted? Nice! Ja, kaptam is egyet. Balról kaptam egyet, jelentem. Onnan kaptam egyet. Áú, Carnevron! Kárbot érte, kiváló ügynök volt. Lehet, nem a mezőkelős közepén kellett volna kínálni. Jövök aztán fedezek. Benn van ott balra tőle, meg mögöttetek is van amúgy. Jövök aztán itten, elkezdek partizánkodni. Hát az egérkének kéne erről, az biztos. Aszta! Mi történt? What happened? Kavara, kaptam a rakétát. Ott is van egy... Látom a gyilkosomat szerintem. Lesz. Szíves már. Meg is vagy? Szia, ura! Wo is das nächste Ziel? Oda a nagy cső. Kicsivel tudsz lőni. Azzal folyamatosan lövök. Hát én mindenhonnan kapom már. Most már én is. Ha! Alá lőttem a BTR-nek a kicsivel. Jelöljetek nekem valamit? Basszus kulcs, az baj. Ó, mellé ment, fiam! Zsirán, te még hogy élsz? Befogadta a tankját. Mert én jó helyen voltam. Ja. Két emberem hiányzik, meg ugye mindkét őr mellőtt. A kicsit is.
Kicsit is előtt. Az vagy hogy sikerült nekik előni? Van itt van egy... még ott valaki zsirön? Van itt egy tank itt mögött. Egyelőre nem. A Leopard már megy túlja lefelé, megyek segítek neki. Valami T-54 lehet. T-55 ám. Amikor attól féltem, hogy... Na ez most komoly? Ez hol van? Ja, hogy ott... hol van? Levegőben van, hol ja. van? A bombát kerestem, de nem találtam. Hát, jó van. Mindjárt adok én neki bombát, azt hiszem. Hoppá. Kicsit megbillent a tankom. Ti kibírtátok? Én megírom. Bal. Nem, balra van itt valami. Ha itt megy. BMP rakétával. Ott van a BMP. Hullam mögött pont. Megöltem. Nem, ott jó, van ott még is, egy. Jaj, igen, látom ott van. Fogd már vissza magad, kis csillag, nem otthon vagy. Mit szeretnél, mi? Nem osztanak ingyen semmit. Ki? Ennyi kell még az a nyúkhoz, haló. Az még nagyon sok. Vannak egy jobb oldalt. Tudom, hallom. Repülő is érkezik. Olyan, mint a mögötted lenne. Igen, valaki mögülem lőtt. A srácokra határozottan. Az a... Mondd ki. Ne fogd vissza magad. Bemakkoltaná. Ott jön a BMP. Középen. Azt jól láttam? Felakadt arra a toronyra? Igen. Aha. Ez még mindig itt van? Ja, itt volt, aha. Azért nem mehetek el innen? Vagy most mi van? Figyelj, mert jön még valaki. Hallom. Itt lesz tőlem balra, neked jobbra, Jiren.
Tudom, azt lőttem meg. És mi volt az? Vagy nem láttam, én is csak a mozgással lőttem. Még mindig van ott valaki. Van ott még, igen, bőven vannak, ja. Jó, ja, ott van a hullamerő. Jó helyen van ott. Honnan lőtt ki? Amit jelöltem, az visszanézett, míg a repülőre akartam lőni. Visszaküblik megint. Jó. Van az a repülő, sem megy tovább. Még egy megvan, 2000 ponton van, még 500 pont kéne, de hát már az valószínűleg nem lesz meg. Jó, miért ne lenne meg? Még azért élnek. Semmit nem ért szinte. Ouch. Ouch. Meglőni, meglőttem. Na, és én nem fog tőle. Nem tudom, hogy... Honnan lövik őket? Csak az az egy van, amit lőttek? Valószínűleg igen. Egy tank volt most az előbbán, meg kettő repülő. Hallok egy tankot. Én is hallom, és ez nem a miénk lesz. Nem, itt van kettő, köztetek.
Ott van a... Baj lehet. Annak csak gépágyúja van. Ez oké. Okay. Puha testű állat vagyok. Azért szemben annyira nem vagy túl. Bazzek! Láttam, hogy honnan jön a fiú. Ez is engem akar. Az viszont baj, gyulladtam. Tudsz segíteni, javítani? Kötsze, kötsze, kötsze. Te dobtad ezt a füstöt? Mhm. Örülnék, hogyha esetleg lenne még kill, azt meghagynád nekem. Ajaj, az honnan jött az a lövés? Valahol itt lesz mellettem. Na látom is, látom is, látom is. A mögött, a ház mögött volt, ne menj ki. Ott van. Oké, okay. Pisz, pisz, hagyj fejezzem be. És téged fog lőni. Meghalok, kapok még 50 pontot? Igen. Tényleg? Aha, de ha feladod akkor is. De nem lesz rá időt, mert... Ma írjátok már, írjátok már, hogy nekem pejenek tudok hozni izét, a tobot. Nem, nem tudok hozni. Vágod? 6 pont hiányzik hozzá. Ne szívass már! 6 pont! Nem, most se értél volna már vissza. Nem, nem értem volna nem, vissza. Nem szállnak ki a capről. Hát majdnem meglett. Nem baj, amúgy oké volt. Tényleg 6 pont hiányzott? 6 pont hiányzottam. Nem tudom, mit csináltam úgy a csatában. Egy lövés kellett volna majd megkapnod, és akkor már meglett volna az a 6 pont. Egyszer begurulok a izére, de nem baj az, hát most nem idő össze a világ. 12 megsemmisített földi egységem volt. Úristen, Mausra kifejlesztettem a füstöt. Ügyes vagy. 234 ezer kreditet kaptam ezért a körén. 12 földi, 1 assziszt, 2 halál. Kerültem. Na baj, jó csata volt amúgy. Na, Kövi? Na, mi a Kövi? Na! Japán! Milyen japán? Nincs japán. Mehetünk egy japán realisztik zérós kört repülősben. Na, persze. Ezt elalszunk. Na, mondjatok valami jót. Nyitottad a pezsgőt, hát egyszer benne lehet majd a pakliban egy atom. Erre még várni kell. Kevés voltam most ebben a meccsben. Estérvi 103. Honnan volt meg az ellisted? Valamit hogy érted, hogy honnan? Hát nem tudom. Honnan volt meg? Hát letöltöttem a honlapjára, viszont ez hogy jött ez a kérdés? Mágyinatta. Ja? Most annyi van, hogy bemehetünk Estérvi 103-mal, de én ezzel sose játszottam, és most ezzel rossz példát fogok mutatni. Ez mekkora szint? 7-7, de ide csak 2 tankon van. Na várjatok, ha beviszek 2 tankot 1-1 tartalékkal az ér, az úgy nem gáz. Az van, ezért olyan savazást kapok igazából. Az már 4 tank. Az már 4 tank. Saját magam ellen is beszélek ilyenkor. Az 7-7. Jó, én legalább tudok egy picit játszani. Nem nagyon, csak egy picit. Az 7-7. De nem tudom használni ennek a speciális képességét. Meg az STRV 81 megvan, ez a kettő van így párban. Azért kérte valaki ezt.
Annyira nem. Annyira mi se vagyunk ezt, akkor ne. Várjátok, mert valami repülőt be kéne ide mellé rakni. Csak nem tudom, itt van-e valami jó kis bombi vagy csapásmérő. Nem igazán. Árkát száraz földi? Ja, majd mindjárt állítom, nyugodj meg. Még nem állítottál. Na, odafigyeljél, fiú. Ezeknél nem is emlékszem, ezeket nem játszottam, ezeket csak kifejlett. Nincs olyan bombázó, ami bombát is tud vinni? Vagy csak ezek a cserépleszedők vannak? Erre nyitottam egy talizmánt még nagyon régen. Csak a G6-on van bomba elméletileg. De hát az vadonatúj jákát szerinted mennyit játszott azóta ezták a zsvédekkel? Ja, sem ennyi. Ja, várjál! A prémium G6-ot mondod, nem? És igazából rendben is vagyunk akkor. Mert akkor prémium squad az már pereghet is. És akkor erre is nyomunk egy... Van is rajta tartalékjármű, tökéletes. Oda néz. Hát nem rám megy, ahol 250 fontos. Na, majd meglátjuk, hogy mit használunk. Na, menjünk. IS-4M, please. Aj, szerintem az IS-4M-mel nem... Nincs kifejlesztve szerintem rá equipment, pedig kéne. Meg amúgy az IS-3-mal is szeretnek ez. Mi? Nincs kifejlesztve a lánztat, nem tudok menni vele soha még. Nem, azért nem. Megnézzük. Nekem lehet, hogy drága kör lesz, de hát ez van. Ha nekem biztos, hogy nem, de csak azért, mert itt most prémium duboskodok egyet. Mi van most csomagban? Ja, itt a T-80 mindjárt megvan. Odafigyelj, vigyázz be azonnal. Mit lehet most ide megvenni? Ez mi a retek? Stormartile Wagen! Jézusom. Nem. 120-as. Hát oké, lehet, hogy trókodni jó. Hát az a baj, hogy az STRV-81-en azt hiszem nem egérrel, hanem nyilakkal irányítható rakéta van. Hát attól mentse meg az Atya Úristen bennünket, én úgy gondolom. Mert az gázos. Kétlenül szomjas lettem itt az utóbbi pár másodpercben. Ki kéne mennem még innivalóért, csak az, hogy nincs itthon innivaló, csak víz. Szomorú, mi legyen? Jó, az neked. Kösz. Ez szörpöt szoktunk inni, vagy valami gyümölcsleve, de nincs itthon. Jó. Szegény. Ja, én is azt mondom. Új módot az új gépeknek? Lehetne amúgy, nem hülyeség, Péter. Az a baj ezekkel a külön játékmódokkal, hogy nagyon megosztja ugye a játékosokat, és ezáltal meg azt fogod elérni sajnos, hogy nagyon sok BR van, amiben játszanak a játékosok, és ugye ezzel elaprózódnának, és növekedne az az idő, amit egy-egy csatára kell sokszor várni. Menjél már! Ezzel hogy kell játszani amúgy? Van nem hozva az egeret. De ne szórakozzál már, tehát hogy ott lent itt nem tudom állítani ilyen módokban ezt a gépet? Ezt azt tudja, amit vagy mi van? Elvileg lehet, de fogalmam sincs már, hogy kell, én is csak akkor beállítottam egyszer, ez aztán nincs meg azóta. Nagy bartúderesek-e? Célzás a törzsel, meg nem célzás a törzsel. Na, de ne tologass már, hát célzok törzsel. Ne. Jó, de ne előttem célozgassál, jó? Oda kell érni a megfelelő pozícióba. Én ezt értem. Én meg akkor játszottam ezzel utoljára, amikor bejött. Gyorsan vagyok, mint a Jiren, nézd már. Lehet azért, mert olatobi. Hátulról szépen. Na, lehet a Tobi sebessége volt. Ez nagyon fura, de amúgy tök jó. El kéne kezdenem a svédeket is, ezek tök érdekesek. Hallok egy helikoptert. De a... Írják is, hogy az, kettő. Igen, az informátoraim azt jelzik, hogy kettő is van. Hát azokkal nem lehet nagy dolog azért lefájtolni. Itt jön az egyik a...
Az igen! Jön a másik, ha még egy jön! Ah, megöltem! Négy helikopter! Négy helikopter, rogy neki! Mondd, igen, mert nem látok föl! Oda néz! Az most Vietnam szimulátor? Nem tudom. Hát én nem tudom. Benyomták a tüdüm, tüdüm, ám, de nem fogjátok tudni, mire gondolok, de hogy azt a vietnámos zenét, azt pergetik. Hát jó, izé, a jó reggelt Vietnám. Jaja. Ja, good morning Vietnám. Azt írja, hogy tér vissza a csatatérre, de én a csatatéren vagyok főnököm. Oda néz. Vicces. Az ajtó támaszt égük. Aj, de jó, hogy innen oldalról lőttek meg. Na ne, tologass már el. Honnan lövődnek engem? Haló? Olyan szürkület van, magamat alig látom, ne szórakozzál már. Nem akar valaki segíteni, javítani, nem? Nem. Épp kempelek. Azt hallom. Az, hogy hallod. Be van lézeres irányzék? Ó, van, na jó. Van, igen. Modern tankról beszélünk, nincsen. Na, de rendes vagy, zsirenkém. Te vagy az én emberem. És még meg is hajolsz. Jó. És az a három... A, de figyelj már, az a négy hel is ki is lépett ezzel a lendülettel. Aha. Az oké. Ennyi volt. Congratulation. Senki nem mondhatja, hogy nem próbáltam meg. Senkit nem látok, de kajak. Megkapok egy lövést a semmi kellős közepéről, azt annyi lesz a meccsen. Elfújja a szél a izémet. A kipufogónak a füstjét. Hát, öcsém. Itt ezt a csatát nem rakom ki az ablakba. Be lehet menni kell még egyet, mert ez... Nem szeretem ezt a pályát. Tehát ezek a fényviszonyok, ezek kikészítenek amúgy. Szép meg minden, meg rohadt romantikus, de... Ez romantikus? Nap felkelte, nap lemente. Miért te nem érzed romantikusnak, ahogy tankok lövik egymást a nap lementében? Valahogy nem. Ez már a saját problémád, zsirenkém. Hát jó, ez egy rohadt izgalmatlan kör. Azt a... Elment a 5-en egy izi tank mellett. Most jön egy kerekes hulladék. Bereti az A10, hogy mi van.
Nem, azt szerintem 863. Szerintem is. Tényleg. Már kapja az M-16-ot. Mit lövöltözöl? Hírszerzés alapján... De meg lesz legalább a legjobb oszta kitüntetés. A rang nem számít. Hát az... Az nem. Legalább jól néz ki, nem? Hát megyünk még egyet. Ez mi volt ez a csata, gyerekek? Hát sírok. 2-7-es Puma nagyon jó. De nem a kettő... Ez egy egyedi tank. Micsoda? Az STRV. Ja, hát abszolút egyedi. Ez az egyetlen tank, aki egy emberrel is tud működni. Ez úgy gáz. Várj, mennyi van benne de eredetileg? De tudsz is vele lőni, megvezetni minden. Hány van benne eredetileg? Három, nem? Három? Az igen. Dúlva. Hello mindenki, szép estét, szervusztok, srácok, halihó. Nem a játékosok rontják el a játékot. Tehát az nem igaz, hogy azt mondtam, hogy a játékosok rontják el a játékot. Én azt mondtam, hogy nem vagyok benne biztos, hogy minden kiabáló játékosnak feltétlenül igaza van, mert bizonyos szempontból érthető az, amit maga a Gaijin szeretne csinálni, bizonyos szempontból meg szerintem nem. Én csak elmondtam a véleményemet így pár pontba különbszedbe, vagyis hát elmondtuk. Ezzel nem kell feltétlenül egyetérteni. Mindenki azt mond, amit, vagy hát azt gondol, amit szeretne. Mindenki máshogy fog hozzáállni. Ú, ez nagyon 7-7. Hát ez pont. Ja, ez nagyon. Pünktlich. 7.7. Vagy mi az? Azt merre? Ha, ó, nem? Ó, persze. Hát durranok beára az STRV 130-ammal. Ha 3-ammal. Mindegy. Ezzel a tankkal. Oh, Tigris 2H, ihaj de jó látvány. De velünk van. Velünk. Felmenjünk a dombra. Amúgy a dombon ezzel nem lenne rossz szerintem lövöldözni, mert elég lapos. Most hoztam a bokraimat is. Az ott tudja vele játszani, persze. Ti már lövődöznek. Én akkor nincsen bombázásom. Már küldtem. Azt hittem már soha nem lövöd ide a füstöt. Mert? Baj? Nem. Szeretnél egy blind golyótól meghalni? Én majdnem kaptam már. Na. Király. Én befüstöltem. Mocskosú. Én meg nem megyek sehova. 56 szekig. Honnan lő a kis bukbánat? Lőjetek már neki vissza legalább. Mindjárt megnézem honnan. Várjál. Mindjárt újra kell jelölni, várjál. Nem fogom. Hát de ne csináld már. Kezdőjükről kívült az áll. Ez csal. Ez tuti csal. Tuti csal. Ráadásul konzolos. Jézusom, hát az meg a aim assist minden, az szarok. Nem, megyünk rá. Hát, hogy az Isten áldjon már meg te gyerek. Ujjjj.
mi a? Az igen, hárman állnak ott. Igen, igen, ott állnak hárman. Tök jó, hogy inverz irányítás van a rakétának. Szia, uram. Se fogom soha megérteni. Na mi van, haver? Ez mi a szar? Mit hoztál? Mi? Zsuhar vizetet. És tankot nem adtak a bolt? Mi? Valami nem pattant az oldalamról. Ó, ott van. Lőd már egy másodpercre, nem látom. Nem hiszem el. Na most Tobi túrja. De hol van? Valahol ott, de pontosan nem látom. Kaptam egy találatot. Ott egy T-34-es, ott. Micsoda, miről beszélsz? Ez a Jiren, bocsánat. Gyerünk Jiren, pusholj, pusholj! Kell valami jó helye? Ott van fönn megint. Szórakozzunk már. Él még? Él hát. Jiren, van itt valaki a kő mögött. Tornya üres. Nem, ketten még vannak benne. Még egy T-34-es. Nincsen váltója. Akarom kirakétázni. Azt ott nem? Senki? Pont szikla mögött vannak innen. Nekünk szikla mögött van az a baj, ja. Jó van, megint izé, megint csak hazudtok. Nem hazudunk, neked igazat sem mondanék. Ja. Bazeg, itt van mögöttünk valami szutyok. Ez a kettő is van ráadásul. Hát hol? Ezt néha segbe lövöd, Jiren? Most elment. Nem. Nincs fönt a hegyről, bérő. Starkey, ha úgy van, akkor jelölj. Itt van-e mögött? Láttam a T-29-et a hegyen, de hát nem tudok 6000 felé szakadni a szememmel. Kicsit kiakadtam, nem igaz, egyszer behozhatom ezt a hulladékot. Menjünk most a másikra, föntre. Nézzük, hogy az milyen. Nice, kaptunk csapatmunkát. Ja igen, rá kéne durrani ezekre a csapatmunkákra, mert nem nagyon adja. Áú. Nem fogok ellátni ára innen mi. Nem nagyon. Mitől sérültem meg úgy őszintén, valaki árulja már el nekem. Mikor sérült? Lancaster bombától sérültünk meg? Unos. Ebbe foglalták át.
Megértünk a pusztulásra. Ez nem egy jó tank szerintem, legalábbis nem élvezem egyelőre vele a játékot. Valahogy úgy ezek a rakéták bullshitek. Igazából csak azért ellövöm őket, hogy ne a fejemre robbanjanak föl, hogyha ellövik. Ez az út, ez titkos út, ez is jelölve a térkép. Ó, nagyon ügyes ez a Tobi. Testével, lelkével küzd az ellenség ellen. Érdemes még tankkal visszamenni? Neked igen, mert legjobb osztag kitüntetésre van szükségünk. És a repülővel megyek vissza? Az sokkal jobb lenne, mert az 2 kilométeres körzetben él, hogyha valakit megölsz. Hú, vannak is vadászok. Áról ki lett dobva, aki ott volt? Ki valószínűleg, jó? Igen, kidobtam. Hát most már mi foglaljuk? Hát azt látom, itt vagyok ám mellett én is, csak hát ez a tank nem a gyorsaságról híres. Az ilyen centurionszerűség, ja. Az ilyen svédek, kellett nekik valami, aztán ezt kapták, azt csináltak belőle egy STRB-t, ami igazából olyan ilyen centurionféleség, tehát brit cucc az alap. Annyira nem extra. Jaj, de jó, hogy sugárhajtások vannak itt. Nem baj, azok jobban égnek. Egyszer kell eltalálni legalább. Ja, főleg úgy, hogy a csapattárs engem lőn ki. Hát ez így fenomenálisan jó. Ez úgy már lehet, hogy bajosabb. Ott jön egy tank. Valamelyiktök van légvédelemme? Én nem. Negatív. Ez mi az Isten volt? Ez hülye bazeg. Hát engem lő a saját tigris kettőnk. Hát normális, vagy te szerencsétlen te? Ezt a szerencsétlen. Ezek. Nagyon kapjuk itt fönt. Egy tank vagyok! Vagy. Boldognak nézem. Igen, az lesz az. Kapott egy kritet. Nagyon szupi-szupi. Valamit nyikorok tőlem balra, csak nem tudom merre. Ujjjjj! A Chariotir az arra várt, hogy bemenjek. Na felmegyek repülőből egy picit vadászgatni. Bombát vigyek magammal szerintem, viszek egy bombát, aztán el leszünk ezzel a 109-essel ott fönt.
Bére már nem érek oda sajnos. De hogyha össze tudunk hozni egy kitüntetést, az még jó lehet. Jó. Szólj, ha jelölhetek. Jelölhetsz. De látok is igazából. Jelöljé. Már nem, kilőttem. Nice, nice, nice. Új, eset, az nagyon jó kis gép. Ha? Itt hallok valamit. B-nél, de nem vagyok benne biztos. Jó, jó, heremet. Jó, nagyon szuper. A T-26 előtt megvan, és ott van mellette egy charioteer. Amit meglőttek most valószínűleg. Jelölve van. Az IS-2 pont felé megy. Láttam, láttam, láttam. Meg is van, az meghalt. Most nem látok itt mást. Ja, nem látok most mást itt. B környékén. Túl gyors vagy, főnököm, vágod? Nagy király vagy. Bejött. Itt jön. Van valam. Na ne szórakozzunk már. Ez valami vicc volt. Elintézett a Vickers? Hát de úgy, hogy meglőttem a csövét, és csak így lepattan. Utól érlek, az a baj, komán vágod? Jó, meghalsz a Vickers. Elkaptam a repcsit. Jó. Jó. Na itt van még egy repülő. Szerintem egyik kies. Gyere felém, gyere felém. Nem, ja, most üldözöm, követ. Üldözöm, nem dobott. Megpróbálom elkapni, mert kidob valakit. P47D lesz szerintem, Thunderbolt. Okay. Jó, hát ez le is zuhant. Hát ledobta a bombáját. Az inkább direkt volt. Na valószínű. Azt leszettem volna, de kezdek kifolyni sajnos a géppuska lőszerből. Ó, izé van. Mr. Könnyű páncél van C-n. Kapott egy kritet. Azt nem tudom, hogy mire. Azt megnyerhetjük ezt a csatát még simán. Ketten vannak C-nél. Meg valaki bement ára, basszus. Valakiben van állni is, ja. Valakit hallok itt, köztem is a B között. Aha. Oh, kilőttem? Közted? Aha, igen, ott van. Most már valószínűleg látod. Jó, án meg lett semmisítve a tankocska, ami ott volt. Stalin 2-nek megpróbálom spottolni azokat ott. Basszus! Elkaptam egy fát. Bam! De egy beállok nézni át, és akkor a bázisunkra, és ne oda menj, ide menj. Nem, szerintem nem, körbe vagyok véve. Hát... fizikailag nem tudnak ott körbeállni, te főnök. Hát, két, nem tudok menni. Ha. Két oldalról lőnek. Ez lehetséges viszont. És valószínűleg túl is ment a gyerek. Az egyik most jön felelőd. Másik ment szerintem fölment a B-hez, jó? Ja.
a francokat ott van fent. Ez is kapta a kritet. Ez megvan. Kés. Nem akarsz megdögleni, ugye? Előbb az ágyudat akkor. Nincs ágyúja. Nem tudok mit csinálni. Ezt valahogy el kéne foglalnod alatt. Nem fog menni, az a baj, nem érek oda ennyi alatt. Most ez komoly? Ezt elveszítjük, ezt nagyon, nagyon csúnyán elveszítjük ezt a meccset, pedig amúgy itt a végén már elkezdtem izélni, hogy talán visszahozzuk, de hát a fele csapatunk persze hiányzik. Meg lehet nézni, hogy a Tigris 2 megvette a prémium Tigrisét, egyszer meghalt, kilépett a csatából. Tehát hogy lehet ezeket így sorolgatni, csak igazából fölösleges. Ebből kettő is van. Ahogy most így hirtelen ránéztem. A mezőnyre. Ez ilyes, hát azt nem fogod holmi géppuskával kilőni te. Csak kigyújtogat. Ki van itt? Hello! Nem rossz az STRV, csak mondjuk erre a pályára elég hulladék volt. Meg az volt a baj ugye, hogy itt nagyon lazza a talaj és ezekkel nem lehetett nagyon haladni. Nem tudom aszfalton jobb, de lehet, hogy rossz a legény benne. Na mindegy. Legalább ebből meglett a következő szint, kifejlesztettem egy T-34-et, ami egy egyedi jármű, ja nem? Nem baj. Menjen az STRV, szépen haladunk sorba. Menjünk valami mást. Jagd Panther legyen, valaki azt írja. A Jagd Panther, az hova fér be? Itt a Jagd Panther. Ilyen Jagd Pantherem van. Kifejleszthető ez az... Ez 6-0, nem? Nem. Azt szerintem. Hát de. 6-0, de... Ja. Legyen 6-3 akkor. Jó, az van összerakva nekem is. Nem prémium, úgyhogy azt viszem be. Inkább, mert... Szerintem semmi nincs kifejlesztve pont emiatt, mivel megvan a prémiumja. Sose játszottam a sima Jagd Panther G1-jel. Akkor lesz Tigris is, Panther is lesz. És igen. 6-3, ready és mehetünk. És akkor utána egy Abrams-kör, és akkor utána egy Abrams-szel zárjuk. A mai meccset. A mai roundot. Hurrá! Hurrá! Amúgy is van kedvem játszani. Abrams? Uh-huh. Amúgy nekem is. Lehet, hogy még játszok utána. Fáradt vagyok összességében, ezt holnap fel akarok korán kelni, úgyhogy... Meg éhes vagyok nagyon, ez a baj. Én szomjas. Az is vagyok, szomjas is. Hé, nagyon rég játszottam ezen a pályán, és azt nagyon szeretem ezt a mapot. Á, mellé megyünk a dühöngőbe, nem? Mhm. Uh-huh. Jó, ez jó lesz. És 6-3. Úgy néz ki, hogy nem vészes. Így jön be nagy Black Prince. Te ára vigyázz, Vigyán. Jó, veszem észre. Ebben a szedben a manager is azt néztem, hogy semmi a 6-3, csak valószínűleg volt valami berakva, azt azért volt 6-3-nak elnevezve, de mindegy. 6-0-át hoztam, de tök mindegy. Nem hoztam szoroz, úgyis jó BR-t kaptunk. Sokan zakatolnak már itt. Áú! Megjöttem. Jó. Van itt egy izi a túloldalt, egy ISU 152. Ja, látom.
Benyomjam az első lövést. Láss ki, van dolgod, gyere. Szülye. De tessék, mehetsz. De így nem tudok rá ki. Menjél, ne, mennyi, mennyi. Van ott hely. Na, jó. Kaptam egyet hátulról, egy valami mástól. Hátulról. Ujj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 j
zoomást. Megvolt a jakkanter. Pipa! A zoomást. Hozzuk ezt a prémiumot, mert ezt nagyon szeretjük. Ez a Porsche Tigris. Mi 21 SPS Carl, azt hiszem megvan, de... el lehet vele játszogatni. Jagdpanzer 4-5. Most 4 vagy 5? Black Prince elpofoszkodik a Jiren. A free-to-play játékos, nézd meg, az prémium, nem? Ez csomagos, igen. Ott ment egy. És ritkán kaphatom. Leláncolt a fejük. Starkey, annyira nem ennyi, mert most jönnek körbe. Látod be? Hát fordítom a torjomat. Meghaltam. Most már látom. Hát, hogy sejtettem, hogy meg fog kerülni, ezt nem gondoltam, hogy ilyen lassan forog a torjom. Erre nem emlékeztem. Jött a tigere. Hát ízről is őrben az beült. Most ez komoly, hogy... Szia, Tobi! Az elvitt nyaralni. Az el. Addig nem vagy, legalább tudok hozni valami itókát. Kár érte. Meghalt. Ez Isten lövi a panterünkat onnan a sarokból. Sok minden. Ők segítek az utolsó pillanatban. Megtenküzd az egy másodpercit. Szándéka fontos, nem? Nem, azért azt néztem, hogy van-e ott valaki, hogy segítsek neki aztán. Mi van itt? Nagyon szép. Jó, hogy még ez a retek, ez még itt volt. Ez very-very szomorú. Temető van itt.
Én beálltam, itt várom őket. Gyere már! Szia! Gyere, barim! Gyere, kongossá! Itt van egy izé, egy IS-2 tőlem balra. Commander Gunner. Micsoda? IS-mi. Nem tud lőni. Zuhi. Azért picánkol ennyire. Kaptam egyet szemből is. Hát azért csak kilőtt. Megérkezett az a gunner. Visszaült a helyére. Vagy cseréltek. Nem tudom melyik. Hozok egy Panther D-t. Hát ha még azzal odaérek a csatába. Most hát nem tettem hozzá ez a csatához igazából. Megyek, egyet megölök, azt meghalok. Hatan vannak ott most. Jó, vágom. Csak egy csöppet vannak sokan, jó. Túlálják a B-t. Nem is értem, én nem a G-s Panthert hoztam, de igazából ez most oly mindegy, már nem azt nem szoroz. Ők sem a fullos cuccaikkal vannak már bent. Kérlek velem, fixem volt. Az csak így kapáslövésből, akkor köszönjük. Jaj, jöd egy iző, Wellington. Wellington? Wellington. Wow. Wow. Wow, wow. Tolatva jön a Stalin bazzeket, nem hiszem el. Ezt hova dobta a bombát? Menj már innen! Nem is volt olyan rossz taktika, csak elcseszte a fiú. Nem akarok látni, nyugodtan, nyugodtan, gyertek! Apuci megkínált egy lövedékkel. Könnyű, hogy megfogom. Ne lövöldözzél! Átlőttem, érted, olyat az ablakon, egy kis csicskitót, hogy tornyát ne tudja forgatni, meg kigyulladjon, meg egy ember is belehalt. Hát tudod, hogy van ez. Aztán a pali fölfogta testtel. Nem gyugodt.
Jó volt összességében. Ez a Panther, ez kellemes meglepetés volt, de hogy mindig a G-t szoktam használni, szóval nem is értem, miért ezt vittem be, de... Ez már another question. Abrams-t ígértem itt a végére. Ez mekkora? 11-0. 11-7. Bocsánat. És akkor már nem hozhatnak nálunk nagyobbat. Ez jó lesz zárásnak, srácok? Hú, amcsi, japán, német, egybe. Meglátjuk talán a csatát. Taktikai hatékonyság az úgy sincs. Ja, tényleg amúgy a Battle Pass-ben most nem tudom mi a kövi küldi. Most az első kettő kész van, hanyadika van? 26. Ez 31-éig kéne összeszednem 30 kőkeményt. Mármint csak, most már csak, ú, de mivel kell kőkeményt, mivel lehet kőkeményt farmolni? Hát, heavy tankkal. Uh-huh. Érdekes. Minél több lövés kell kibírnod, vagy lepattintanod. Uh-huh. Legalább 4-5-öt be kell nyerni, utána adja. Egy pillanatra, bocsánat, valamit meg kell néznem. Ez nem adja, ez nagyon nem adja. És ez a blessinges. Ennyi? Ennyi? Még ez annyira nem rossz. Mennyibe kerül ez a piac téren? Annyit nem adunk érte. Bocsát, megnéztem már itten, van a Szepre nagyon szép esportos is, meg minden. Hajókat nem szeretitek, sokáig tart, és amúgy nem. Hajózni még mindig Warships-ben hajózunk. Pont már játszottam egy picit, bejött az új update. Holnap játszhatunk Jiren. Van kedved, vagy időd, vagy holnap után. Na, oké. Lemerült a telefonom. Ez nagyon szomorú. Mert az ébresztő is erről megy. Az más kérdés, hogy kinyomom 6-szor. Azért 6-szor, mert az pont egy óra szundi. Jajajaj. Hát Benedek, sajnos ez... Ez ilyen, sokan kilépnek, hát főleg itt nagyobb... Már mondjuk itt már azért annyira talán nem. Úgy érzitek, hogy van esélyünk, hogy bekerülünk? Nem tudom, milyen változtatás javítana itt a felhozatalon. Neked csak németben van 10 heted, ugye? Vagy 11 heted? Nem tudom, szerintem oroszban is van már. De az se jobb. Jiren, nem akarsz te legalább másik nemzetet hozni? Németet vagy amcsit? Jó, ne legyen. Legyen. Beáldozza magát. Jajjá, ne legyen csak. 11-3 van oroszból csak. Akkor hagyj jön az. Akkor Jiren orosz kell, vagy amcsi? Németet hoz. Jó, most már németet hoz, látom. Megpróbáljuk így. És húznom kéne izéket. A Strikerrel is kéne játszani. Légvédelem kéne, nagyszintű légvédelem. Még ezek a szutykok itt baloldalt, ezeket mindig úgy félre vannak téve. Most viszont ez menjen, hogyha ezzel a setup-pal vagyunk bent. Csak bedob. Ja, van egy régi funny moment, amiben bekerültem. Bár annyira nem tudom mennyire volt vicces, de oké. Okay. Az sem már volt. Dávid, most olvasom, mit írsz. Hát itt tankcsatába tudunk repülőzni. Este van? Este. Kiki nyugalomba. Na. Az igen. Nem számítottam többre, mondjuk. Azt mondja, kiki nyugalomba. Hát meglátjuk. Most izén nézd, telefonomnak most kéget a retinája, bekapcsoltam itt a zöldet. Ó, hát mi ez a lájtos meccs? Ó, megy tabot, sírsz.
Este van. Meg azért van, aki sztrájkol. Ja, bocsánat. Mennyien vannak fent a játékban? 150 ezeren? 140 ezeren? Valaki biztosan sztrájkol. Azért mondjuk csúcsidőben 170-180 szokott lenni. Jó. Mi úgy sztrájkolunk, hogy a nézők nézik, és ők nem játszanak, csak én. És így ezért nem játszanak ők sem most. Könnyebb feldolgozni a játékhelyet. Ott egy tank. Ki kiégett a retinám? Ilyen látom. Ja. Meghalt, túl súlyt. Hallok egy helit valahol. Hát ezek itt a dobon célre. Fölöttünk van a drón. Meg legyen. Lehet a házak mögött valami, egyelőre semmit se látok. Hát szerintem majdnem a spawnnál vannak a hegytetőn. Ez valószínű, nem tudom most is, hogy toljuk be. Füste. Megy már előlem. Jaj, de jó, gyerek, bejött izé alappa. Megvan. T-80 UK van a B-n. Hú, ketten is vannak. Mi az, meghalt ott? De valahol mögötte van. Basszus, ezt észre sem vettem, ott volt. Tudod lőni, ami ott van fönt? Ja. Az túl hátul van. BMP. Elintézett? Hát az, aki az előbb lövöldözött a domtetőn. És ugyanoda visszabújt. Ujjjj. Persze, hatástalan egy BMP-re vágod. Telibe vágom, és akkor hatásra lepattattam róla. Hát, ha így van, akkor így van. Neki biztos igaza. Úristen, ott mennyien vannak benne. Óvatosan, Jiren. Ja, látom. Tehát is viszik az a baj. Nem, körbe mentem a pálya körül, az volt most itt a nagy problematika. Kellett volna, ezt most ezt megölte jó a Leopárt, szuper. Túl sok pont az övéki az a gond. De rossz ennek a termáját. Jönnek rám, jönnek rám. El lesz nekik?
B-nél mi a helyzet? Látsz valamit? Egyelőre nem. Itt jön. Látom. Itt alattam. Persze, már hagyjuk már a vieségeket. Na, ott van lent. Mi volt az? De meg még indig él, ott van. T-80 UM2. Bazeg, rossz helyen lőttem meg. Én is. Lavádét tudok hozni. De szomorú. Az lehet, hogy jó is lehet még. Sokat nem tudtam eddig csinálni, sajnos. Jiren, Jiren! Itt előttem, előttem. Közi. Azt mekkorát robbant. Tele volt lőszerrel a csábú. Ja. B-t most nézi valaki, azt nem tudjátok? Tőlük. Nem tudjuk. Nem. Úgyhogy kimész. Be kéne mennem C-re. Vagy bocsánat, C-re gondoltam én is. Én be tudok rohanni, mert kerekessel vagyok. Nem tudom. Be... Csak rá kéne nézni, hogy tudod szembe arra a hegyfalra, és akkor én berohanok. Megyek, nyomom neki. Egy életem, egy halálom. A tankom, én nem sajnálom! Nincs olyan senki itt. Igen. Megint ketten jöttek B-re az átjáróba. Nem jó hír, mert B-t most C-tokért megszerezzük, de B-t el fogjuk veszíteni. Voltam eddig túl hasznos, sajnos. Gondolom van légvédelmük. Lehet. Szemények ránézek B-re. Lőszerem az hiányban van, mert már csak 9 van. Kettő tank volt még. Mikor jó. Maradok itt C-nél. Jó, maradjál. És vissza akarják majd szerezni. Az egyik B-n lévő T-80 meghalt. Igen. Ja, látom. Na is foglaljuk. Ott van a másik, nincs öve, oké, assist, az is meghalt. Fölöttem van Landstorm zörej. Ú, de jó, nem van. Hát a fölötted lévő hullát látom. Valahol itt lesz egy. Kalhogy menj kettő, ura. Konkrétan a spawnján van még a kalhogy menj kettő.
Még mindig nem látom. Aha, várjál, várjál. Nem megy sehova, szóval nekem tök mindig. De jó, mellé lőttem. Ott van. Jó, nem baj, nem baj, hagyjad, hagyjad. Hogyha lejönne, akkor meg tudnám ölni. Hát már nem megy sehova. Ja. Igen. Zsú volt. Akkor azt mondod, van egy heliük? Igen, követ meg kettő a helispoolban. Szerintem a távolabbin, és nem is jött el onnan még. Ezt nem lesz egyszerű elkapni. Hát... még 21-et tudok hozni. Fejem fölött csak úgy röpködnek, ja, röpködnek a rakéták. Én is hallom fölösszöröket. Orion. Persze ő tudja, hogy itt vagyok. Hát hogy ne tudná? Hát ő ide született ott el volt a lán. Pályára. Hát nem, a bázisukon érted, úgy nézett ki, hogy tudta, hogy ja. Itt vagyunk. Hát, lehet ő drónozott, franc tudja. T-80-on nincs drón. Most visszajöttek, de hát tök fölösleges. Hozzá repülőt. Hát azt nem tudok pont. Még bomba nélkül sem nincs annyi pont. Helikoptert azt tudok. Hozok egy helikoptert. Hát mondjuk most már mindegy, mit hozom, mert hát pont ezt akartam mondani. Na mindegy, hát nekem ez egy kifejezetten rossz csata volt, de őszintén leszek, általában nem is szeretek nagyon ilyen magas BR-ben játszani, mert kevés és általában nagyon tryhard. Úgyhogy mostában meg ehhez nincs kedvem, inkább egy picit lentebb. Ilyen 9-10 köz környékén. Kaptam egy Sky Guardian-es ládát. Ezt azért kaptam, mert utolsó lettem előtti. Utolsó előtti. Lehet, hogy nem csináltunk semmit, de azt fixel hoztuk. Egyszer befoglaltuk a bázist, az is számít. Na mindegy. Hát srácok, ennyi lett volna a mai stream. Kibeszéltünk itt pár dolgot a játékkal kapcsolatban, ki hogy látja, ki hogy gondolja a jelenlegi helyzetet. Egy biztos, én úgy gondolom, hogy a gágyzsírosok is érzik, hogy most sok olyan ötletük és tervük volt, ami sok játékosnak nem tetszik, úgyhogy ők sem fognak azért szembepisálni a széllel és olyan dolgokat hozni, aminek semmi értelme és csak felbőszíteni a dolgokat, úgyhogy el fognak gondolkodni, és át lesz itt gondolva ez a történet, hogy hogy lesz mindenkinek jó, vagy legalábbis minél több embernek jó nyilvánvalóan, hogy emiatt nem kell aggódni. A sztrájk olyan szempontból amúgy valóban fölösleges már, hogy ugye a sztrájknak az a lényege, hogy legyenek változások, és ne történjenek meg azok, amikről most itt az utóbbi hetekben szó volt. Ez már rég sikerült, tehát igazából ugye a Gaijin reagált a saját honlapján, Discordon is, hogy igen, sajnálják, újra lesz az egész gondolva, és úgy lesz megcsinálva az egész, hogy a játékosoknak is tetszen, mert itt számít a community. Ennyi igazából, úgyhogy nem kell aggodalmaskodni, esetleg amúgy tényleg, hogyha ezzel az egésszel kapcsolatban bármit meg szeretnétek osztani, ott a komment szekció, nyugodtan vitatkozhatok is, ne veszek egyetek, vitatkozzatok, mert az amúgy király. És el kell fogadni, hogyha valamiben nem értetek egyet. Ez ilyen dolog. Úgyhogy ja! Valamilyen szinten tök jó amúgy. Mondjad. És ha nem változtat a terveken semmit a Gaijin, akkor szerintem jövő héten már update is lesz. Ja. Ja, a következő update. Jön a BTR 80-án. A Lufthansa, vagy mi? Ja, kíváncsi leszek itt az új dolgokra, hogy mik. Ja, meg most hajók érkeznek, nem francia hajók.
De, francia vagyok. De meg lesz BTR 80A is, ami kifejleszthető lesz, hogyha rá kell majd durrani az. Hova rakhatják be Jiren szerinted? 3, 4? Ezt tudom, hogy 5-7. 5-7? Oh. 5.7-es lesz, igen. Ó, oh, hát azt várjuk szeretettel. Azt hiszem a PT-76 után vagy helyére, mert lehet, hogy a PT-t azt kiveszik. Aha. Valahol olvastam. Jó, az Asut majd még kifejlesztem addig, hogy az meglegyen. Várjuk az új BTR-t, BTR 80A-t. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Srácok, ha tetszett ez a stream, akkor dobjatok egy lájkot, illetve hogyha szerettétek és még nem tettek volna, még iratkozzok fel. Én Starkotam, itt volt velem a Tobi. Sziasztok. És a Jiren. Ja, bocsánat, Jiren is itt volt. Sziasztok. Ja, még nem volt, hogy valakit elfelejtettem véletlenül. Nem is tudom, azt hittem, hogy mondtam, ne haragudj. Jövő héten folytatjuk a Vártendert, hogyha minden jó megy. És hogyha nagyon nagy szerencsénk lesz, akkor az új update-tel. Jók lehetek, srácok, szép éjszakát. Holnap találkozunk. Pá, pá.